Sziasztok, kellemes keddestét mindenkinek. Kicsi elmaradásom van, mert ugye azt mondtam eredetileg, hogy vasárnap élőben közvetítem majd, illetve fordítom a Reddites kérdez tőlem bármit videót, amit Steven csinált. Csak közben elfelejtettem, hogy ugye nekem vasárnap szerepjátékos sessionöm van. Aztán amikor ez eszembe jutott, akkor arra gondoltam, hogy majd úgyis végzünk 8-kor, és akkor majd így gyorsan átugrok az Amára, és akkor fordítom, csak átírom gyorsan ott a címet, meg ilyesmit. Aztán úgy sült el a dolog, hogy 3-4-9-kor fejeztük be a szerepjátékot, szóval ami nem baj egyáltalán, tök jó volt. Érdemes visszanézni szerintem. Tehát ilyen 4 óra, 10 perc, 4 óra volt még a videóban, vagy a streamből. Úgyhogy mondtam, hogy hát akkor ezt így, akkor inkább nem. Főleg ugye, mivel hozzá akartam venni a júniusi skineket is, meg a Siege infókat is, amit pénteken teszteltünk. És ezért úgy volt, hogy akkor hétfőn, vagy kedden. Hétfőn akartam, csak ugye mivel tegnap és ma túloráztam. Tegnap olyan úgy le voltam amortizálódva, hogy mondtam XMIX-nek is például, hogy bealudnék a közepén. Ami nem lenne annyira izgalmas. Szóval úgy mondtam, hogy akkor ma. Tehát ma megcsináljuk a dolgot. De a videó az cirka 1 órás, úgyhogy előtte lebeszéljük a skineket, illetve majd a Siege infót. És hát Siege tesztet. Ott majd, szia XMIX, felkeltél, na hát szörnyű, rendes vagy. Nagyszerű. Épp most mondtam, hogy kezdjük szerintem a skinekkel, aztán Siege infók, és akkor utána jön a videó. Mit szólsz hozzá? Ugye ezek a júniusi skinek. A májusi az a tengeres téma volt. Hogyha emlékeztek rá. Most itt más stílusban. Igazából ez egy elég vegyes szerintem, mert azért, ilyet nézzük majd. Őzike, igen. Tehát ugye a csomag címe az, hogy Deeds of the Dauntless. A Dauntless az, tudtam, hogy mit jelent, csak most nyilván nem jut eszembe. Na várjál. Na, kérek szépen, a Dauntless az azt jelenti, hogy a bátrak meg elszántak. Tehát ez a bátrak tettei című csomag. Tehát igazából nincsen fajhoz kötve, vagy ilyesmi, szerintem. És ugye itt a leírás szerint sokan a nemesen születettek közül felháborodnak, hogyha megjegyzik nekik, hogy nem úgy beszélnek a úgymond alattvalóikkal, vagy ellenfeleikkel, ahogy illendő, de azért nyilván sokan valóban így csinálnak. Mégis van köztük néhány olyan, aki valóban hatalmas és bátor, és valódi hős, és gyakran a legendák alapját képezik. Itt az accessori között most egy pajzs skin kaptunk, ami szerintem baromi jól néz ki, hogyha pajzsot hordanom bármikor is a karakterem, amire mondjuk minimál esély van. Nagyon kevés esély van.
akkor tuti, hogy megvenném. Baromi jól néz ki. Ott az egy női alak rajta. Aha, ez valami fel... Ó, nem is, az egy szarvas. Szarvas nő? Ja. Szóval szerintem ez baromi jó. Ezekkel a kék kövekkel, meg aztán végképp. Ennek a lórja szerint egy más korból származó titokzatos relikvia. Meg van karcolódva, meg kicsit úgy horpadozva az intenzív használattól. Még akkor is eléggé fenomenális a kinézet, ami szerintem totál igaz. Ez az arc rajta, ez ilyen figyelemreméltó, és ugye ezek a kék kövek pedig... Még a káosz közben is nyugtató hatással vannak a pajzs tulajdonosára. Hát nagyon, nagyon szép pajzs, szóval szerintem... A következő lesz az őzike. Ez a pet skin. Azt mondom, hogy rénok van, ilyen esőszikla őzike. Esőszikla őzike. Ugye sok verai lény lényt átalakít, meg formál, bocsánat, kilógott a képből, formál az a föld, ahol élnek, és ugye erre az őzikére is hatott a lakóhelye. Ilyen kristályos dolgok vannak a hátán. Ugye ilyen ködös erdő, ilyen hegyi erdőben lakik, ahol ilyen köd van, meg pára, meg hasonló. És ugye ezek a kristályformációk a hátán, ezek ezt imitálják gyakorlatilag. Szintén ilyen ködöt árasztanak magukban. Azt nem egészen értjük, hogy hogyan működik ez a dolog, de a kristályok erősebbé teszik az állatokat. Tehát így erősebbek lesznek, de mindig rugalmasak, csak erősebbek, ellenállóbbak. De szerintem az őziket az biztos, hogy meg fogom venni, szóval igen, nagyon tetszik ez is, cugika. Szerintem is ilyen kék, mint azok a kövek. Olyan kék kövek, mint a pajzson. Szóval ez tuki. A Mount Skin, hát ez mondjuk érdekes. Egyrészt csokobóra haja az, ugye a Final Fantasy. Másrészt szerencsétlen, hát most nem tudom, valaki dinónak mondja, de szerintem ez nem egy dinó, szerintem ez egy madár. Szerintem ez egy madár. Valami ilyen, nem struc, mert nem olyan hosszú a lába. De ilyen valami madárszerű valami, vagy ilyen madár, dino hibrid, nem tudom. Azt mondja, hogy míg a lovak azok ilyen természetes alapanyagok, idézőjelben a lovas harchoz, és hát a hátason folyó harchoz, az élővilág több olyan, több más variációnak is lehetőséget ad arra, hogy lovagoljanak rajta, idézőjelben. Acélba burkolták ezt a madarat, ilyen ékkék tollai vannak, és a csőréhez meg egy ilyen pengét erősítettek. Nem tudom, hogyan nyitja ki szegény a száját, vagy ilyesmi, de biztos. Mondjuk, hogy így lefejel vele itt szembe, amikor jön veled szembe, és lefejel, akkor az biztos fáj, de... De igazából nem tudom, hogy ez hogyan működne így harcban, de valami hatása biztos, hogy van. Legény madárra, amit az ellenfelére. Úgy alapvetően felépítése szerintem olyasmi, mint egy csokobójé, csak nyilván rá van szerelve ez a... Mondjuk a tollai szép kékek, szóval az úgy oké.
Ez a havi manskin. Ugye eddig volt a mount, volt a pet, illetve volt ez az accessory, ami jelenleg egy pajzs skin. Na és itt a páncél, amit most ki fogok nagyítani. Mindjárt. Ugye, hogyha felveszed, akkor egy ilyen magas és fenyegető körvonalai lesznek. Szinte ilyen isteni eredetű megjelenés. Megjelenésed lesz. Gyakorlatilag, mintha valami égi őr lépett volna le, és így lelépett volna a harcmezőre, és ott hajkurásza az ellenfeleit. Teljesen díszes, de még mindig funkcionális, szóval van haszna is, nem csak túl díszített valamik. És az az előnye is megvan, hogy több ellenfél azt jelentette, hogy amikor szembe kerültek egy valakivel, aki ebbe a hacukába volt öltöztetve a harcmezőn, akkor így rásütött a nap, és így elvakultak, mert visszaveredett róla. Szóval még ilyen előnye is lehet. Kinagyítom. Szerintem így jobban látszik. Ez itt, ez a rész volt, amiben megzavarodtunk egy kicsit. Mert ez így első látásra olyan volt, mint hogyha ezen a sisak. Tehát itt a sisak, és akkor ez meg a sisaknak az alja így. De nem, ez a nyakvédő, ez a gallér gyakorlatilag. Tehát a sisaknak az alja nem látszik, mert mögötte van. Így jobban megnézed, akkor látszik, hogy itt ez egy gallérja a páncélnak. Tehát így oldották meg, ilyen nagy szakálvédő. Hát barom jól néz ki ez is, csak mondjuk ez a része nem tetszik, ez a nyakvédő, mert ez szerintem ez túl nagy. Aztán hogy meglátjuk, hogy mekkora lesz a modellen, ugye ez csak a konceptál. És ugye itt is ezek azok a színek vannak, mint a pajzson, ezek a kék kövek, meg ez az arany, ilyen fehér arany színű féle fém. Úgyhogy nem néz ki rosszul, ha leszámoljuk a nyakvédőt. Ugye ez a fene. Na most jó lesz. Szóval ez a havi páncél, ami szerintem, hogyha tényleg olyan pajzs, olyan karakterem lenne, ami mondjuk heavy páncélt hord, hát akkor meggondolnám, hogy megvegyem, mert nem néz ki rosszul a pajzsra együtt, szóval. A fegyverek ugye nem képezik a részét, azok csak ilyen dísznek vannak ráragozva. A karaván skin az most egy ilyen kis őz vont, hogy nem tudom szegény őzikék, hogyan vontatják ezt a ilyen hófehérke kocsinak, vagy hamupipőke. Ilyen hamupipőke kocsinak tűnik szerintem, meg így ránézés, és most vagy ezek nagyon nagy őzek, vagy ez egy nagyon kicsi hintó. Igen, a hátasztó, tehát ezt sokan furcsálták, hogy miért a petet rakták be kocsivontatónak, amikor a mountok szokták, de mondjuk lehet, hogy nem illett volna hozzá az alabárdos fejű, de hát mondjuk azt le kellett volna róla szedni, vagy nem tudom. Hát most mondom, vagy egy nagyon kicsi hintó ez, vagy ezek nagyon nagy őzik, nem tudom. Majd kiderül élesben. Ugye több kocsi arról hír, tehát a legtöbb kocsi az meg van erősítve acéllal, meg biztonságos a szállításhoz, de ennek a kis kocsinak nincsen erre szüksége, mondja a szöveg. Ja, hogy ez is abból olyan fából van, mint ahol az őzek élnek, tehát ez is meg van erősítve ilyen kristályokkal, tehát igazából még a tűznek is ellenáll, hogyha úgy veszük, tehát így csak látszólag néz ki ilyen kis játékkocsinak, igazából ez erős, meg stabil, meg minden. Tehát akkor is most nem tudom, most az őzikéket növelik meg, valahogy a méretek így nem igazán stimmelnek, nem? Szerintem. Igen, ez egy ilyen kemény kötésű őzike, szóval. Azt már a petnél is írták, hogy ugye nem olyan kis gyengék, mint ahogy kinéznek.
De mondom itt valahogy az arányok nem stimmelnek, mondom, vagy ezeket rajzolták túl nagyra, vagy ezt rajzolták túl picire, vagy nem tudom. Majd meglátjuk a modellt, hogy az milyen lesz. Na és az épület skin, az pedig egy törpe építésznek a munkája. Gyakorlatilag egy ilyen erőt féle. Ugye azt nem lehet tudni, hogy milyen épületre lehet ráhúzni. Most én így ránézésre vagy azt mondanám, hogy lakóépület, vagy azt mondanám, hogy ilyen, hát ilyen, mondanám, hogy kaszárnyú, de az nem lehet. Tehát valami fegyverkovács talán, de még annak se, leginkább lakóépületnek illik be szerintem. Hát, hogy ezt nem tudjuk. Tehát ezt elvileg egy híres építész építette egy kalandozónak, akivel összebarátkozott az utazása is során. Kőből, erős kőből van, és ilyen királyi stílus jegyekkel van felszerelve. És a két embernek, és hát a törpének meg az utazónak, vagy kalandozónak a bizalm, egymásban vetett bizalmát, meg megbecsülését, meg a kalandozó büszkeségét szimbolizálja. Ez is, ezek is a kék kövek vannak, mint a páncélon, meg a... De szerintem nincs köze hozzá, szóval... Mikor teriódban letépik az emberek, az őzikék. Jó lesz vigyázni. Ki tudja. Lehet. Lehetséges. Szóval ez egy ilyen törpe hatású. Szerintem mondom a lakóépületnek lesz a skinje, szerintem. Igazából erre utal a szöveg is annyiban, hogy ez egy home. A fene. Rossz gombot nyomok mindig. Szóval ez egy home. Na és, hát ez kész. Na jó, vissza. Látod, ez amikor fáradt vagyok. Na, és a legkisebb csomagba bekerült ugye a pajzs. Következő a pajzs és az őzike. Aztán utána már a mount is ott van. És ugye a nagyban benne van a kisebb nagyban benne van a az összes, illetve a legnagyobban ugye az alfa 1-es csomagban is benne van az összes nyilván. Úgyhogy most ezek voltak. Szerintem nem rosszak egyáltalán. Ami én gondolkozom az őzikét igazából nem gondolkozom, azt nagyjából ugye elnőttettem, hogy ezt meg fogom menni. Amin gondolkozom az a pajzs, hogy van-e arra esély, hogy én valamikor is hordom ezt a pajzsot majd, vagy nem. Meg a páncélon gondolkoznék, hogyha nem lenne az a gallér. De az a gallér az nem tetszik. Jó lenne látni a modellt, hogy abban esetleg kisebbre veszik-e vagy nem, de hát mivel nem, ez megint ilyen lutri. Meglátjuk. Mount az nem. Igazából a kocsi sem. Őzikéket nem használunk, kocsi mondatás. No. Siege Infók. Múlt héten pénteken ugye volt egy teszt, és időben el is kezdték meg minden. Ugye teszteltük a ugye először ilyen két órában, először ilyen normál tesztelés volt a rubberbandinget meg ilyesmiket. És sajnos még mindig van rubberbanding, szóval nem sikerült teljesen, előtte lévő nap is volt egy ilyen rövidebb teszt, akkor egy csomó ilyen ghost AI-t detektáltak, tehát azokat így ki tudják írtani, azt mondja, tök jó, viszont még mindig volt rubberbanding, szóval nem sikerült még teljesen eltüntetni. Igazából nem volt olyan rossz, mint előtte lévő héten, de azért volt,
volt bőven. Illetve mókoltak a kombattal, ami nekem nem jön be most, jelen pillanatban, mert például az akcióharc olyan, hogy akciómód kamera, bocsánat, olyan, hogy ilyen soft lockot tettek a targetre, targetelésre, és most ilyen dupla célkereszt van, és baromira zavaró. Ú, nekem nagyon nem jön be. Mindig olyan, mintha félre lenne csúszva, félre akarnék lőni, vagy ilyesmi. Nekem nagyon zavaró. Meg valahogy úgy le is dobja, vagy nem tudom, nekem nem jött be igazán. Valakinek bejött, de nekem nem. Remélem, ezt azért kiveszik, nem kéne az oda. Előtte sokkal jobb volt. A legjobb harc szerintem akkor volt, amikor egy másik gilddel elmentünk sárkányozni, meg ilyesmi, meg bosszokat ölni. Akkor tök jó volt a harc, az tök fluent volt, meg sima, teljesen jó volt. Ez a mostani, ez így nem, az akciómód kameránál nem tetszik ez a dupla, és egy soft targetelés, meg tudom, nem jön be. Na és akkor ilyen szörnyelés volt, meg questelés az első két órában, és utána oda kellett menni a nódokhoz, és hát az egyik nódba, és hát kettőbe mentünk, de mindegy, és ott mindenkit megdobtak 20 000 arannyal, lehetett venni páncélt, meg fegyvert, meg mountokat, bevásároltunk a mountokba, mindenki megnézte, hogy melyik milyen. Megnéztem a kirincet, szereztem kirineket, meg mit néztem, még meg valamelyik lovat, amit még eddig nem láttam annyira. Aztán kirinen mászkáltam végül is. És még itt felhúztak 15-ös szintre. Tehát így megkaptunk egy csomó skill pontot, tehát az összes skillt ki tudtuk rakni. Tier 3-asra, ami volt, és akkor így vártuk, hogy elkezdődjön a siege mód. És az úgy működött, hogy ugye először is klánokat kellett csinálni, mert csak klánnal lehet bemenni az ostromba, vagy lehetett bemenni, nem tudom, hogy ez az élesben is így lesz-e, vagy ennek most ilyen különleges jelentősége van így a teszten, nem tudom. És ott volt valaki NPC-k, hogy siege regisztrációs kapitány, vagy akármilyen neve. Ott jelentkezni kell a siege-re, hogy támadó akarsz lenni, vagy védő, és amikor elindul, amikor kiírták, hogy akkor most lehet bemenni, akkor oda kell menni vagy a támadós, vagy a védős NPC-hez, aki így beteleportál. Ott állnak hárman, az a jelentkezős fickó, meg a két beteleportálás, az egyik a támadóknak, a másik meg a védőknek. És akkor bedobnak abba a kastélyba, amiről volt az a siege-es videó múltkor. Mi védők voltunk, hát az a kastély, az nem tudom, ki játszik az Elder Scrolls Online-nal, ott elég nagy kastélyok vannak, de ez körülbelül 3-4-szer akkora, mint az. Tehát már gyakorlatilag így eljutni az egyik oldalából a másikba, az kívül, a kapunk kívül, ott az udvaron, hát az elég... Tehát nem tudsz így úgy ide-oda ugrálni. Megnézni, hogy... Tehát nem látod át egyik végétől a másikat, hogy lásd, hogy mondjuk jönnek a másik oldalon, vagy valami. Oda kell menni, és az... Jaj, Istenem! Jaj. Na, várjátok egy pillanat. Aztán megoldottuk a dolgot. Jó, szóval ott tartottam, hogy elég nagyok az udvarok. És... tehát nem túl gyorsan, nem lehet úgy pillanatok alatt eljutni az egyik oldalra a másik. És... ugye ott a falon vannak balliszták, amiket én próbáltam kezelni, de az a baj, hogy kb. 3-szor próbáltam, és mindig, amikor rákattintottam, kidobott a játék. Nem tudom, hogy milyen bugom volt, mert volt, aki kezelte, szóval ez nem jött elő mindenkinek, nekem valami bug volt, és balisztázni nem tudtam, mert crashelt a játék. És akkor ugye mi a védők voltunk, jöttek a támadók szemből, na most a mage-el voltam, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a tank volt a leghatásosabb a siege-en, mert jelen pillanatban, mert a mage az semmire nem ment, gyakorlatilag az AOE-m alig ér le a fal aljára.
egy-két nagyon kevés távolságra tudom eldobni a mondjuk a meteort a faltól, tehát gyakorlatilag használhatatlan. Az volt a leghatásosabb, amikor, vagy leghatékonyabb, amikor a bottal oda mentem a tömegbe, és itt hadonáztam vele, aztán ütöttem, akit láttam. Tehát a Mage Siege-es teljesítményével nem vagyok igazán megelégedve, és nem feltétlenül arról van szó, hogy béna vagyok, de más is mondta. Szóval ez nem rajtam múlik. Nem rajtam múlt a dolog, meg az én bénaságomon, hanem nem igazán, jelen pillanatban Siege a Mage az nem igazán jó. Amikor bejöttek esetleg, akkor már jó, mert próbálkoztak azzal, hogy így blinkeltek a kapun, és ott ugye be akartak így szorulni a sarokba, a kapu sarkába, hogy ne lássuk őket, és csak így kicsit így látott, így kilógott a nevük, meg mit tudom. Na oda, ahogy le lehetett dobálni a Major rendesen, és akkor ott kinyitta őket, tehát arra jó volt, de egy önmagában mondjuk a falon védőnek nem igazán. Viszont valakit láttam, aki használt íjat, tehát lehet, hogy javítottak az íjon valamit, mert ugye az volt, hogy ha íjat használták, akkor kivágott a játék, úgyhogy majd valószínűleg legközelebb meg fogom próbálni, hogy tényleg működik-e. És jó volt a Siege. Nekem tetszett nagyon. Még azzal együtt is, hogy a Mage az béna volt. A tank viszont ugye ezzel a vonó horgával, meg a... hát ez nagyon-nagyon aprítottak a tankok. Így futottak az ellenség után, és így elkapták, odarántották, szétcsapták. Mentek tovább, elkapták a következőt, odarántották, szétcsapták. Úgyhogy... teljesen. És a sebzésük is nagyon volt, mert én ugye Mage-el bedobáltam a rövidke kis ranged AOE-mat a tömegbe, hát ilyen 60-70 sebzés, ami így szín. Azért meg én pársz azokat így puff, tank. Szóval a tank Siege-re jelenleg sokkal jobb, mint a Mage. Ezt megtanultuk. Biztos majd alkítanak rajta, de hát jelen pillanatban ez van. Aztán ugye nekem crashett a játék, mikor balisztázni akartam, de igazából nyertünk a végén, csak arról lemaradtam, mert összecrashelt magát. És jó volt. Próbálkoztak így több oldalról támadni, meg minden. Balisztákkal jól vissza lehet őket tartani, akinek nem crashel tőle a játék. Meg jó, figyelni kell több felé, hogy honnan próbálkoznak, szóval jó volt. Valószínűleg még több ilyen teszt lesz, szóval hogyha ezt így full verzióban fogjuk majd csinálni, akkor biztos, hogy nagyon izgalmas lesz. Így is javult rossz, szóval... Ennyi. Leveszem a zenét. Jó. És akkor elindítjuk a videót, és akkor nézzük a kérdéseket majd, amik lesznek, jó? Hogy közben megállítom, először fordítom a kérdést, és akkor a választ. Nagyjából. Hello everyone. Na ugye, aki nem tudná, esetleg ugye Steven Sheriff, ő találta ki a játékot, ő az Intrepidnek a vezetője, meg a kreatív igazgató, stb. Pedig Protober, aki egy MMORPG-s moderátor a Redditen, és ő válogatta a kérdéseket, vagy ő fogja feltenni a kérdéseket, valami ilyesmi. Everyone and welcome to a special
Ja, és az meg a Steven háza a háttérben, baromi nagy háza van. Az nem zöld, vagy green screen. Head moderator of the MMORPG subreddit. How you doing, buddy? I'm doing great. Thanks for hosting us and thanks for participating in this AMA with us. Absolutely. I'm really excited. I love AMAs. I love discussions about MMOs. I love discussions about Ashes. And when you invited me to you know, to do this AMA, I was excited. I was excited to see, you know, just the questions obviously that come in and having a chance to chat with you, people outside. Ja, Protober hívta meg erre az arra keresztelően bármitra, és ugye mivel szereti az ilyesmit, ő is csinált egyet, csak az, annál nem volt itt az a Protober emberke. Így saját magántól válogatott kérdéseket, aztán úgy válaszolhatott rájuk. Azt hiszem a fórumról, ha mindig az. Hát nyilván megörült az alkalomnak, és örömmel elfogadta a meghívást. Of the traditional, you know, Ashes community, and what questions, you know, they might... Ja, meg ugye nyilván a Redditen ugye mások is vannak, mint az úgymond hagyományos közönség a játéknak, akik mondjuk a Discordon, meg a teszteken, meg stb. Tehát kíváncsi volt arra is, hogy ők mondjuk miket kérdeznek, tehát ez a szélesebb vagy más típusú közönség. I'd have. Oh yeah, absolutely. I was very curious about myself. Ja, igen. I don't know, but I saw there was like almost... I was very curious about myself. Meg ugye a Reddit híres arról, főleg az esizes subreddit, hogy borzasztóan negatívak, tehát úristen, ott aztán minden van, hogy csaló, scam, meg ott mondják, tényleg ott minden van. Aki esetleg bemerészkedik, az meglátja. De ezért is volt érdekes, hogy most ott olyan milyen kérdések lesznek, bár kiírták a kérdések elején, hogy azért kicsit fogjátok vissza magatokat, srácok, meg ilyenek. De hát, ja. To see what questions the subreddit would come up with. Yeah. I see we have quite a bögrén legjobb kutya apu ever. Quite a nice list of oh questions. Yeah, I saw it. It was like I don't know, but I saw there was like almost 700 comments on the thread over the past comments. Few days. Majdnem 700 komment érkezett a topikra. You were really close because I remember we were on Discord and I was like, you know, I bet you after the first day there was like 500. I said there might be like 1,000 comments. You're like, nah, I think there'll be about 750, and you were definitely much closer. I think the post itself lands in the top 3 most commented on posts we've had so far. But a post a top 3 leginkább commented post között van az MMORPG subredditen, a Redditen. Az szép azért mondjuk. No, sok a hater ott. Azért voltak normálisak is, szóval. Reddit doesn't officially let us check that, so I had to like manually sort through a bunch of them this week to see where it landed. No. Hopefully that wasn't too much work. I mean, it was to satiate my own curiosity, so it was cool. Worth it in my opinion. Very cool. Well, I know we have a limited amount of time. I'm down to jump into it, and just to give a preface, obviously. De kevés idejük van, úgyhogy kezdik is. For those of you who are joining from the Ashes of Creation community, you may see some repeat questions here. And ja, most figyelmezteti azokat, akik mondjuk így a közösség része, tehát akik követik a játékot szorosabban, mint a Discordon, meg tesztelik, hogy lesznek olyan kérdések, amiket már hallottunk a streameken, vagy valami. Tehát nyilván, mivel az előbb is mondta, hogy a Redditen szélesebb közönség van, nyilván bevágottak egy-két olyan kérdést is, ami igazából már volt valamikor. Vagy többször is akár, de inkább beletették. That's okay. We're a guest in the MMORPG subreddit community. So we're going to be asking the most upvoted questions from that thread. Igen, úgy csinálták meg, hogy mindegyik kérdés, ugye a kérdések, a Reddit olyan úgy működik, akit esetleg nem tudja, hogy a kommenteket lehet upvotolni, meg downvotolni, és a leginkább upvotolt kommenteket, kérdéseket válogatták ki. Tehát ugye úgy is mutatja őket sorrendben elméletileg, és azokat szedték ki, amiket ugye a legtöbben upvotoltak. Kérdést. That was there for the last few days, so just bear that in mind. So I'm excited, Marnik, if you want to take it away. Nagyon izgatott. Biztos látta, hogy miket kérdeznek azért, de nyilván, yeah. Absolutely. The first question actually is
Ja, igen, ugye az még az volt érdekes, hogy ugye az vasárnap volt élőben, amikor a Bethesda Xboxos E3-as prezentáció volt előtte egy órával, utána meg azt hiszem a Square Enix, hát így jól belőtték a kettő közé, illetve hát inkább belelógott egy kicsit a Bethesdásba szerintem, vagy Microsoftosba. Ja. Egy kicsit érdekes időzítés volt, lehet, hogy jobb lett volna mondjuk most a héten, vagy ilyesmi, de hát ez van. It's not the most upvoted one, but I think it was a good icebreaker. Az első kérdés az nem a leginkább upvoted, de egy jó indító kérdés szerinte, Protober szerint. Hexen, you asks, how is your day, Steven? My day? Azt kérdezte, hogy milyen volt a napja. Ja, ez tök jó, egyébként jól megcsináltak, mert ki is írják, hogy mik a kérdések, szóval. Day is good. Jó napja volt, tessék, meglepő módon. Neki legtöbbször jó napja van. I had a hamburger just a few minutes ago. I scarfed it down real quick, because Mark... Pár perce gyorsan megevett egy hamburgert. Margaret was telling me I needed to get on Zoom, and she said you better eat that sandwich real fast. But no, actually, I'm doing much better. I don't know, those of you guys who follow maybe on my Twitter, I've kind of showed these ducks, these wild ducks that landed a few months ago in my pool, and I've been like training them to like... Ja, meg ugye vannak vadkocsáim, mármint ugye a baromi nagy házának van egy baromi nagy kert része, abban van egy baromi nagy medence, és ilyen vadkocsák szálltak le oda egy pár hónapja, és a Twitteren egyébként, hogyha követitek őt, akkor mindig fotózza, meg videózza őket. Csinálnak egy ilyen kis házikót, most már vannak kiskacsák, minden. Szóval el van velük, de most is azokkal foglalkozott előtte. Like eat and come to the door and like knock on the window for food and stuff, and they had megeteti őket. Actually, odajönnek az ajtóhoz, és ugye hát vannak kiskacsák már. A couple of days ago they showed back up into the pool and I got a little house for them and some like straw and whatever. And 2 days ago I was super depressed because the babies were missing and the mother showed up and was like quack. Két napja nem voltak meg a kicsik, és az anyakacsa megjött, hogy hap hap. And whatnot, and I thought the babies had all been eaten because there were these. És azt hitte, hogy a kiskacsákat megették a jaguárok, hülye vagyok, pumák, meg ilyesmik, kojotok, amik így át tudnak jönni a kerítésen, vagy hasonló. Meg sólymók, amik ott repkednek fölöttük, meg ilyesmi. Ugye hát ez Kaliforniában van ilyen, hát ilyen majdnem... Kaliforniában van, igen, azért. Hát nem egy belvárosban lakik, hanem ilyen zöldebb részen. Flying above the house, and they were like dive bombing, and I was like, "No, the babies are dying." And in Slack in the company, I was like, "Guys, I have some bad news. Like the babies, I think, are all dead." And then yesterday at like 8. Ja, már írta is, hogy szerint a kiskacsáknak annyi, hogy megette őket a sólyom. Lát, hogy a sólyom így lecsap, így vadászik valamire. 8 o'clock at night, the mother showed up with the babies in the pool. Na, de szombaton este megjelentek a kacsamama a kiskacsákkal, szóval akkor a sólyom valami másra vadászott. And I was like, oh my gosh, thank you, Lord. És megkönnyebbült, hogy nem vette meg őket a sólyom. So I'm doing much better today than I was yesterday the day before, because I was super depressed. Szóval ma jobban érzi magát, mint tegnap, mert tegnap egy kicsit depis volt, hogy nem, nincsen kiskacsák már. Yes. Ja, a kiskacsák, igen, tök cukik egyébként, mondom, a Twitteren mutogatok videókat, meg minden. Van valami 5-6 kis kacsákok. De hát nem haltak meg, szóval. Megvannak, a sólyom valami másra vadászott. Well, then the official first question comes from Talents. Igen, a hivatalos első kérdés. What is your idea for direction you'd like to take combat, and what are some of the big combat changes you want to test and implement in the near future? Az első kérdés arra vonatkozik, hogy milyen irányba szeretné vinni a harcot, és mik azok a nagy változások, amiket tesztelni akarnak, és a jövőben így beépíteni a harcba. Ooh, that's a good question. Ez egy jó kérdés. You know, from the onset, my goal with combat was to have a hybrid between tab and action. And obviously that's a difficult thing to... Ugye a cél az volt, hogy ilyen, amit ugye most egy tudjátok, hogy egy ilyen hibrid legyen a tab targetes harc meg az akcióharc között, és ez nem könnyű megcsinálni, nyilván. To acquire, because tab and action have very different
paces, very different tempos traditionally. De mindkettőnek más tempója van. There've been some games that have come along and tried to kind of merge. Voltak játékok, amik így próbálták összevonni a kettőt, de nem volt egyik se túl tökéletes. Úgy érezte, hogy mindegyik valamelyik felé hajlik jobban. Especially during this alpha, on how we can substantially represent both types of modes. Ugye az alfában így lassan kiderül, hogy hogyan tudják megcsinálni mind a kettőt egyszerre. Tab is relatively easy to kind of implement. Ja, tab-targetet az könnyű megcsinálni, az úgy hagyományos, egyszerűbb. Action combat as an interaction with tab. There's, like I said, there's been a few ways that this has been done previously. What we're trying to do right now is really play with the way that that mode, that reticle mode, kind of interacts, the type of control schema that's present, the ease of being able to swap back and forth, incorporating tab as a portion of that action mode as well. These are kind of the things that we're playing with right now in alpha. The testers are kind of seeing each week new systems come online. Minden héten új részleteket raknak be. Ez egyébként igaz, mert mindig változtatnak rajta valamint, úgyhogy... The idea is that players get to, you know, kind of drive what skills they're going to select through their skill tree, whether that be more heavily action-oriented or more tab-oriented. So there's kind of a combination, right? Elméletileg majd úgy lesz, hogy ki tudjuk majd választani a skillekkel, hogy melyik irányba megyünk el inkább, ugye a skillektől függően, hogy inkább akcióharcosabb skilleket választunk, vagy inkább tab-targetesebb skilleket választunk. Ugye régebben még úgy mondták, hogy 100%-ra nem lehet elmenni, ilyen 75-25 a maximum arány, amire el lehet menni a kettő között. Aztán, hogy ez most mennyire változik, vagy változik, azt nem tudom. Now of hit scan and projectile based skills as well as templated targeting skills that are present in alpha, and we're collecting all that data as soft players. Targetet vegyétek le az akcióharcra, nem jó. Iterating on it, it's going to be it's a big thing to nail down. Combat is obviously one of the most important aspects of playing an MMO. A harc az egyik legfontosabb része a játéknak, nyilván, tehát ezt nagyon jól össze kell rakni. That players are a part of, really. Nyilván. And it's very tactile, so you want to make sure that it feels good, and that's something that we are focusing on 100%. Yeah, I agree with that. Like, there's so many MMOs out there where combat's almost, feels like an afterthought. Mm-hmm. Where it's like, oh yeah, like the rest of the game, sok olyan játék van, aminél a harc az nem kind of lackluster. Nem igazán. So it's absolutely like it's Pest and Naraka, úgy bizony. A combat like first approach to gameplay design. Yeah, even early on, long before we approach kind of this alpha 1, we were playing with combat. Már az alfa egy előtt is, ugye volt az akcióharcos rész, már nézték nyilván az apokban, ugye, amit tudunk, az tök jó volt egyébként, tehát nekem az a semmi bajom nem volt gyakorlatilag. Tök jól működött. És ugye ezt kell összehoznia az akcióharcot, de hát tényleg az, hogy minden héten van valami változás, és hát nem mindig jó. Ez a soft target, ez nekem nagyon nem jött be. From a character response time, like it needs to be nézik a karakternek a reakció idejét, meg az animációkat, ne ragadjon be, meg ne tudjon úgy, mintha lebegne. Próbálgatunk mindenféle dolgokat. Because there's a balance between weighty floatiness and like too weighted, where you're like restricted character movement, and nobody wants to be super restricted in their character movement as you're a part of a large raid. Ugye, nem lehet túl, meg túl kötöttnek lenni a harcnak, meg nem is lehet az, hogy tényleg olyan legyen, mintha lebegne a karakteret. Yeah, last thing you want is very slow combat when there's like a million things on screen going on. And to that same extent, I've definitely heard people say, oh, I don't want to play that game because the combat feels too floaty. Oh yeah, absolutely. So yeah, that's floaty combat, nem szeretik. Thank you for that. The second one, it comes from Fletkins, who asks, will the Bard class be more like the D&D support archetype, or more like the old the Bard's tail all-rounded fighter with support of Calic? A Bardról, ugye az egyik archetípus. Tehát az a kérdés, hogy a Bard az inkább olyan lesz, mint a D&D-ben, tehát ilyen support karakter, vagy pedig olyan, mint a Bard's Tale-ben, hogy ilyen minden, kicsit mindenhez értő harcos, kicsit supportos képességekkel is. Hogy melyik felé indulnak el inkább. Capabilities.
That's a good question. Ez is egy jó, a francba. Kind of skills that you feel all-rounded fighter. With szóval Steven szerint ez is egy good, ez is egy jó kérdés. That's a good question. So the bard class is intended not to be a pure support, right? Tehát a cél az, hogy ne tisztán support karakter legyen a bard. So that means like, yes, they're going to have rounded kind of skills that you can spec into that are offensive. Tehát lesznek olyan képességei, amik támadó hatásúak. And defensive, védekező hatásúak. But at the same time, like, kicsit benne van ez a kicsit mindenhez értek. De nagyon fontos része az is, hogy támogató képességei vannak. És elvileg olyan skilljei lesznek, amik nagyon függnek attól, hogy milyen közel vannak a célpontokhoz, meg milyen pozícióban. The ideas we've been playing with, actually, one of our programmers, Alexi, thought of this. You know, as you lay down a templated skill, that's some type of support skill, whether that augments your party's attacks or defenses or gives them, you know, critical bonuses, whatever. Éppen most mondja, hogy ugye nem 100% supportra van tervezve alapvetően, vagy lesz tervezve. Senki nem látta még a bárdot, szóval ők csak, hogy most azt mondom, amit akar nagyjából. That there might be included as part of that some position spots that are indicated as part of the template effects. And if your party or raid move into that type of formation, you get an added benefit or... Aha, tehát most azt mondja, hogy lehet, hogy lesznek olyasmik, hogy például ugye van egy ilyen support skillje, és ha mondjuk a raid vagy a csapat egy bizonyos módon áll oda, vagy áll be, akkor ilyen plusz effekteket kapnak. Nem az, hogy kimész a világot, és az első kóbold, nem. Ez mondjuk itt érdekes, tehát hogy van egy alap support képesség mondjuk, és akkor hogy ahhoz a bizonyos módon állnak hozzá a csapattagok, tehát mondjuk mit tudom én, most egy hülyeséget mondok, beállnak körbe, akkor kapnak pluszt. Added buff for a period of time that persists. So you can move into that formation and then move out of that formation and the buff will persist because you hit that formation block. Kimész a lejárkorjának, akkor kimész a körből és visszaállsz, akkor megint megkapod, meg ilyenek. Tök érdekes. It's probably going to be more heavily on the support side with obviously still having rounded fighting capability. De mégis neked volt igazad. Tehát akkor inkább a support felé hajlik, de lesznek támadó védekező képességei is. Tehát nem 100% support, de az felé hajlik igazából, csak nem teljesen. De mondom, a bárdot még senki nem látta. I mean, it sounds like a really unique system, and like that's what everything I'm looking forward to, you know. Engem főleg az érdekel, hogy akkor most mennyibe fog különbözni a healertől, vagy a cleric-től. Oké, mondjuk a healer nem buffol például, de egyébként mi lesz a különbség? Mert a cleric-nek is van ám szép DPS-e, szóval... Playing it. Absolutely. Yeah, no, I think it'll be cool. I mean, a lot of times in other games I played bards, it's like you know, they always kind of come down to this, oh, you're a musical oriented class, right? And you have like ja, hogy sok más játékban, amit játszott, ott az van, hogy a bárd az ilyen zenés karakter, hogy pengeti ott a lantját, meg a... Igen, hát ugye, igen, sok játékban ez van valóban. An instrument, or, you know, your skills have this, like, musical component, but I've always said, like, you know, traditionally, bards haven't always been musicians, right? You know, they can be writers, they can be storytellers. Ja, hogy hagyományosan a bárdok nem mindig... mi? Ja, igen. Hát igen, az Arcage-ben is, ugye a Final Fantasy-ben is, ott prüm-prüm-prüm pengetjük a lantot, vagy éppen akármit. És sok játékban az van, hogy ugye rámennek el a zenei vonalra, és most éppen azt mondja, hogy pedig a bárdok eredetileg nem csak zenészek voltak, hanem lehettek mondjuk versszavalók, vagy sztorimesélők is például. They can be, you know, different aspects there, so I think the... Azt nem szabad elfejteni, hogy a fickó az nagy szerepjátékos ám, szóval nem a mármint asztali szerepjátékos, szóval Kenny vágja a témát.
Gyakorlatilag. Szóval ötletei vannak ezerre. The bard is going to have a little bit of a more, you know, way traditional look back at what they were originally kind of looked at. Tehát ez inkább ilyen hagyományosabb bard lesz, nem ez a zenei is. Ez egy cool for players to experience. Yeah, yeah, like one of my 2030. Nem baj, jövőre játszunk a Starfield-del, aztán akkor el leszünk. Szóval a lényeg az, hogy nem igazán ez a muzsikus bárdra kell gondolni, hanem inkább az eredeti ilyen hagyományosabb. Azzal nem. Nem. Az később lesz. Éppen azt írtam, azt hiszem írtam a Discordon is, hogy nekem totál úgy nézett ki, mint a Star Citizen, a Starfield-es trailer. Szóval... Ez mondjuk érdekes lesz, hogy hogy adják akkor meg így a izéket, hogyha nem ez a hagyományos, éneklős, lantolós bard lesz. Bocsánat, ez nem a hagyományos, ez a mostani. It's going to be a bard class, because many MMOs these days seem to like omit that, so... Ja, hát igen, mert ahogy mondja Protober, a legtöbb MMO-ban most nem is biztos, hogy van bard féle klassz. Jó, a Final Fantasy-ben van. Azt hiszem az Arcage-ben is volt, de showban nincs. They're gonna yeah, I agree. That one. I agree. The question 3 comes from like, hurt me. I would rather not, but use names. do you have any plans to create an OST for... Discordot neki elsz énekelni? Tök jó lesz. Ki mondta még a klánban, hogy bárd lesz? Valaki mondta már. Talán Emberstone, nem tudom. Na akkor ott elleztek ketten. Emberstone. És ott fogtok énekelni. Ketten. Certain individual bosses, like their own theme. Oh, absolutely. Yeah, that's an... Ugye az a baj, hogy ezek alapján tök érdekes klassz lesz. Csak ugye még senki nem látta, mert senki nem látta még. Még nyoma sincs a tesztben. Szóval akármit mondhat nagyjából, hogy mit terveznek vele. Easy one. Majd meglátjuk. Yeah, I mean it depends obviously on the boss. We have a lot of, you know, lore. Van-e terv arra, hogy külön zenék csinálnak a különböző bossokhoz, mint a saját témájukat. Hát Bear McCreary csinálja a zenét, hát ja. Behind so who some of the primary antagonists in the story are. Sztoriban a fő gonoszok biztos, hogy kapnak saját zenét. To identify that boss, right? Ilyen and that's not just azonosító zenét, úgymond. It's also going to be about the area of the encounter, you know, where is. És nem csak konkrétan a bossra vonatkozóan, vagy arra az ellenfélre vonatkozóan, hanem így a környéke is, meg a hatására is. Tört bár némi alkohol, mint persze. Tuti. This boss found, why is that boss there? Ez tök jó lesz. Újra az elére egyébként alapból baromi kíváncsi leszek. Incorporate elements of either intrigue or mystery or horror, you know, that's part of horroros elemek, meg ilyen rejtélyes elemek. To get to that boss, it's building up to a crescendo. Felkészíti a zene a harcra, játékosokat. Akit kikapcsolja a zenét, az egy eretnek. Some emotional responses. And we you know, we have a great composer. Egy McCreary zenét kikapcsol az eretnek. Azt már most mondom. Star Galactica, on, igen. Outlander, aki esetleg nem, you know, nem tudja, ki Bear McCreary, ő csinálta a Battlestar Galactica-nak a zenét, az Outlander-nek a zenét, a Gears of War zenét, vagy God of War zenét, még egy pár ezer mást. Baromi jó. A lot of great franchise, a lot of great IPs. And I think he's going to do an awesome job in capturing the essence. Inkább ugráltam, hogy yay. Amikor így olvastam még jó régen, hogy ő fogja csinálni a zenét. Yeah. Most people don't understand, like, I know a lot of people that play muted, but then will go into Final Fantasy where they have like very strong boss music and suddenly like for boss fight to turn that up instantly. So I think soundtracks are just a really important aspect for a lot of people. Eretnek. Another question from that perspective from Lord Sigmund 450.
Can you tell us your plans on how the summoner will interact with the other archetypes based on the class names? We can assume some things, but I think we all want to know more. Aha, summoner kérdés, ugye az is egy olyan klassz, amit még senki nem látott, de sokakat érdeke. Szóval, az a kérdés, hogy tud-e valamit mondani a summonerrel kapcsolatos tervekről, például, hogy hogyan fog összedolgozni a többi klasszal, mert ugye a nevek alapján van némi tippelgetés, de hát sokan tudnák. Jaj, ne! És akkor ott a szuper bermekrizs zenét ilyen tuc-tuccal leizéli. Sírok. Na, summoner, az is egy érdekes klassz lesz. The great thing about our class system, right, is that we have these primary roles, that those are the archetypes, right? So you have 8 archetypes that exist. Ugye vannak az elsődleges szerepek, az a 8 alap. Some semblance to the Holy Trinity in the way class structures exist. And when you incorporate the secondary class to kind akkor ezekhez behozzák a másodlagosokat, ami ugyanazok, csak ugye még egyszer. From an augment perspective on the main active skills of your primary. Ugye ez a második csak augmentálja, ezt már mondok, második csak augmentálja az elsődlegesnek a skilljét, nem ad plusz skilleket. To portray their power through their pets that they summon, right? And that's what we all are accustomed to traditionally. Tehát a summoner hát nem tudom. Nem tudom, a New World-del kapcsolatban eléggé, nem tudom. Sokat változott. De nekem annyira sok ilyen red flag van, ez a pay to win shop, meg a, hát nem tudom. Nagyon sokat kellett változtatniuk azon, hogy eltüntessék azt a bődületesen röhelyes és unalmas PV-ját, amikor az összes quest ugyanaz volt, csak háromféle mob változott. Ja. De nem tudom. Meglátjuk, abba az beta, alfa, nem tudom, mi lesz, abba, ha bekerülök, akkor meg tudom nézni, azt el tudom dönteni, de passz. Nem tudom. A környezet az ott is tetszett, de sok gondom volt vele, meg azóta is sok gondom van vele, csak nem tudom, hogy milyen mostani. Nem tudom, milyen a mostani állapota. Na, majd meglátjuk. So our summoners, they'll be able to summon pets, so visszatérve a summoner. Permanently within the world until their kill. A summonerek főleg a petjeiken keresztül ütködnek. Killed, right? And they have to resummon them. Amíg meg nem ölik a petet, és újra kell őket idézni. Kind of és a summoneren múlik, hogy az a pet az milyen szerepet vesz fel, hogy DPS lesz-e, vagy support pet, vagy tankos pet. Zombikból volt egy csomó. Mindenféle zombi volt. Necromancer that might be summoning undead, as opposed to, you know, the more traditional archetype. Aha, tehát így a summonernek a, mondjuk akinek, nem tudom melyikkel áll össze, hogyha nekró legyen, hogy nekró legyen a summoner, mindegy, az például undeadeket idéz, mondjuk. Pets. So, you know, the summoner is really going to have a direction on what role they play in the party. They're going to be very versatile because they get sokféle szerepük lehet. You know, that mert ugye ők határozzák meg, hogy milyen petet vesznek elő. So in that regard, it's going to be hát ők határozzák meg, hogy milyen terepet töltenek be a csapatban. You know, multiple roles as part of a party. you mentioned earlier that, you know, it's definitely like rooted in the holy, the holy trinity of tank, DPS and healer. I'm just personally wondering, like, why did you go with that specific system? Holy Trinity? Mm-hmm. Like a lot of a kérdés arra vonatkozik, hogy miért mentek ezzel a hagyományos tank DPS healer felállással. Yeah, I think that, you know, just from a pure game philosophy standpoint, I think that there's things that MMORPG gamers are accustomed to in the traditional wheelhouse of what we come to expect from playing an MMORPG. And some of those, you know, I don't want to use the word like sacred cow, right? Because sometimes designers, you know, they don't want to have those present, right? Egy vannak olyan dolgok, amikhez így hozzá vannak szokva a játékosok, és az egyik ilyen szent tehén, mondjuk ez a tank DPS hibrid 3-as. I think that the Holy Trinity does a very good job. Szerintem jól működik ez a rendszer.
Nem kell újra gondolni. Szerinte? Egy köré lehet építeni a saját rendszerüket. Múltkor majdnem beszéltem vele, csak lemaradtam, nem mentem el arra a CC meetingre, aztán pont ott volt, és meg fogtam a fejem, hogy dynamic. Tehát ilyen kőpapírolló dinamikát. Nem, van egy Discord ilyen tartalomkészítőknek, amit BCG csinál, és ott szokott lenni ilyen, azt hiszem havonta egyszer ilyen meeting, idézőjelben ilyen megbeszélés a Discordon, és volt a legutóbbinál volt este 10-kor kezdődött, és így gondolkoztam, hogy el kéne menni, aztán mondom, dehogy is, megyek, olvasok, vagy tök mindig. Erre másnap így, jaj, hát beugrott Steven is, és beszélgettünk vele, én megmondtam, bakker. Úgyhogy legközelebb elmegyek, hát nem fog bejönni, meg most nem. Ilyen nincs, hogy kétszer egymás után, de igen. Úgyhogy ez ilyen fejet a falba verős. Pedig majdnem bementem el, majdnem így, na inkább mégse, azért lefekszem, már késő van minden. Hát így jártam. Ennyi. Ennyi volt a kalandom. Még ott volt egy fél órát simán, vagy még többet is lehet. Right? And I think that you know, you want to give an anchor that players can look így van, at. Így van, meg a munka is, most képzeld el. Like this is familiar to me, and that lets them experience the innovative systems as well. Szia, Santa! Nagy lényeg az, hogy vannak ilyen hagyományos, tehát ilyen megszokott hagyományos dolgok, mint például ugye a tankdépes hibrid 3-as, amiket azért felhasznál, hogy ezekbe idézőjelben kapaszkodó, hogy a játékosok fel tudják fedezni a diszkommentokhoz. Hát ez az, nem kéne. Fel tudják fedezni az innovatív részeket a játékban. Tehát ez egy ilyen alap, amire majd építik az innovatív dolgokat. Tehát ugye náluk ezért lesz. Vagy az kérdés az volt, hogyha egy közben valaki elfejtette, hogy miért veszik ők is alapul a tankdépés Healer 3-ast, mert ugye van olyan játék, ahol ilyen nincs. Hogy nem számít annyira. And part of that, obviously, the class systems. I personally, Holy Trinity. So that's why I decided to go with it. I mean, that makes perfect sense, right? Like, hát ennek van értelme. Hát van. People expect, but also a lot of what people think of as MMOs and the gameplay associated with it, this fits very neatly into that package. Yes. I've seen, you know, it's funny actually, just to comment on that even further. Nem kell mindent felrobbantani, ami jól működik. Szerintem ez egy jó rendszer. Holy Trinity and you know, throw it out and go with something that's like, ja, te leszel a healer. Pocket healer. Or your class is defined by you know, other things. And ugye vannak olyan játékok, ahol a klasszodat mondjuk a fegyver határozza meg, vagy más. De ők nem akartak ezen az úton menni. És maradtak ezzel a Holy Trinity 3-assal. Because I mean, there's an entire conversation to be had about like traditional MMOs and what people prefer. But you know, I think the gameplay question leads pretty well into the next one, where Ash1-1 asks any announcements as to who will replace Jeffrey Bard. Not yet. We'll probably. Oh. Van-e arról bejelentés, hogy ki fog Jeffrey Bard helyébe lépni? Én azt mondom, hogy a Kaplan, de még nem mondanak róla semmit, és én azt mondtam, ugye ki is írtam, azt hiszem a... Ja igen, a Facebook csoportban kiírtam, ugye én rátippelek, meg a klánban is kiírtam. Én azt gondoltam először, hogy mondjuk így június 1-jével bejelentik, hogy és akkor, de nem. Úgyhogy most lehet, hogy megválják az alfa végén, nem tudom. Hát ugye a klerik, ha kleriked lesz az elsődleges, akkor a másodlagos klasszod az ilyen augmenteket fog hozzáadni. Tehát attól te még klerik maradsz, szóval azon nem fog változtatni, csak mondjuk, igen.
Nem, azt kérdezték, hogy ki fogja, ki lesz, ki fog a Jeffrey Bat helyébe lépni, ugye aki elment. De még nem jelentettek be. Ó, na igen, tessék, most mondja, hogy valószínűleg a bejelentés az Alpha 1 után lesz megtéve. That I would say probably around August time frame. Nagyjából augusztusban. Ja, mert megállítom a videót. Megállítom a videót közben. Ez most ugye nem élő stream, mert vasárnap este volt, csak akkor éppen nem, akkor éppen izé szerepjátékoztam, szóval. Nem éltem ide, aztán utána, amikor végeztünk, akkor a 10 perc volt ebből hátra, és akkor arra már nem indítottam el, mondom, akkor már sem értelme. Most így egyben a... Meg már kibeszéltük a skineket előtte, most én beszéltem, mert csak X-Mix volt egyébként. Meg beszéltem egy kicsit a Siege tesztről, ami volt pénteken még ezelőtt, aztán utána indítottam el a videót. Szóval valószínűleg augusztusra várható bejelentés arról, hogy ki lesz a lead game designer a Jeffrey Bart helyett, aki ugye elment. Én még mindig azt mondom, hogy Jeff Köplennek jó esélye van. És még annak is, abban is látok a logikát, hogy miért nem jelentik be még most, mert mondjuk így beleszoktatja, meg megnézi, hogy miket csináltak eddig, meg milyen irányba tudna elindulni, stb. Cleric az a high priest, az én super healer. Te voltál, igen. A Cleric Fighter, én a Cleric Templát mondjuk úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk heal-el, de közben sebez is, vagy fordítva, tehát sebez, és akkor közben heal-el is. Vagy valami ilyesmi, de hát majd meglátjuk. Okay, yeah, thanks. Then... Szóval erről augusztusra várható valami? Okay. The next one, and I love this username, Glorious DJ, DJ Penguin, asks, how extensive will gambling be? Tavern games or gambling halls, and will it be done with gold or an alternative currency specifically for gambling? Mennyire lesz elterjedt, vagy részletes a szerencsejáték? Ugye lesznek fogadók a játékban, amiket játékosok tudnak csinálni, vagy játékosok is, és ugye ott lesznek játékok, mint például a szerencsejáték nyilván. Tehát itt ide rakják el, vagy lesznek ilyen külön ilyen szerencsejáték barlangok mondjuk? És hogy arannyal lehet majd fogadni, vagy pedig lesz egy külön ilyen szerencsejátékos pénz, nem? Ez a kérdés. That is a good question. So ez is egy jó kérdés, minden jó kérdés. With regards to gambling. One, it's we're thinking about having a secondary currency that's utilized in the tavern. Azon gondolkodnak, hogy lesz még egy ilyen külön pénz, nem ennek, amiket a fogadóban lehet használni ilyen. Pajzs plusz egykezes. Nézd. Távolsőd. Figyelj, nézd csak meg a mostani skinek között azt a pajzsot. Ugye, az pont olyan? Mm-hmm. És milyen jól néz ki? Mm-hmm. Mm-hmm. Csak szólok. Nem mutogatok semmire, de csak szólok. Á, jó. Games. Szóval egy külön pénzen meg gondolkodnak. Unique purchases for cosmetics that are offered through a the secondary currency market, right? So you can kind of achieve you know, when you play with other players. Na, ezt most visszatekerem. Maybe there's like currency specifically for gambling. Mi volt ez? That is a good jó question. Kérdés, okay? So there's yeah. A few approaches we want to take with regards to gambling. One, it's we're thinking about having a azt gondolkoztam, hogy lesz egy másik pénz, nem, ami a fogadókban lesz használva, a játékokban. És ezekből is lehet, ezekkel is lehetne venni különböző skineket. The secondary currency market, right? So you can kind of achieve, you know, when you play with other players, your score. Hogyha ilyen fogadói játékokat játszol másokkal, akkor elérhetsz ilyen achievementeket. At the end of each month, you know, that contribute to you getting that currency, depending on how well you place. Hogy milyen jól játszol egyes játékokban, akkor kaphatsz ilyen másodlagos pénzt, meg ilyenek. You can allow players to,
you know, bid with their actual currency is lehet in the game, majd. And they can win that way. There's some current concerns about that. But yeah, ugye ez ilyen necces terep, mert amit már például nem lehet szerencsejátékot csinálni csak úgy. Tehát ezt jól úgy kell megcsinálni, hogy ne ütközön törvény. Hát nyilván Európában is vannak ilyen törvények. Kizárnak bizonyos dolgokat. When we first thought of it 4 or 5 years ago, akkor 4 évvel először gondoltak ezekre az ötletekre, hogy ilyen fogadó játékok lesznek, vagy játékok lesznek a fogadóban. Ilyen jó ötletnek tűnnek, jó ötlet. Egyedi játékok, amiket meg lehet szerezni a kalandozás közben. Tehát például, hú, ez mondjuk tök jó, ez olyan, mint az asztali szerepjáték, hogy mondjuk a karaktered talál egy, mit tudom én, most mondok egy hülyeséget, egy társasjátékot, valami tök mindegy, legyen torpedó mondjuk, és akkor te oda mész egy kocsmába, és akkor senki másnak nincs torpedójátéka, és te oda kipakolod, és akkor tudtok torpedózni. Tök fasza. Hihi, ez tök jó ötlet. Így lehet találni a világban mondjuk játékokat például. Like there's, I think there's a lot of fun stuff to play. Yeah, igen, hát igen. I think you hit on something like very specific and interesting where you said like. Így van. Atlas, ez így. Come on, fájdalom. It's like that variation in the world. Yes. Hát vagy pókerkártya például, igen. Most mondta, hogy lehet, tehát játszol a játékokkal a fogadókban, és akkor onnan tudsz szerezni ilyen. Ilyen másodlagos, most legyen pénz, amit ezekre a játékokra használhatsz el, meg ilyesmikre. I personally, that's so interesting because tök that jó. Means that one city is definitely like it serves different purposes. Mekkora bit háború lesz ilyen izékre, yeah, mondjuk valami ultra brutál meg a bossból esik ilyen, legyen pókerkártya, mekkora bit war lesz arra, te jó ég. Igen. Tehát ezt mondtam, hogy azért necces, mert ezt úgy kell megcsinálni, hogy valódi pénz nyomokban se lehessen benne egyáltalán, mert akkor ugye az a törvényszegnek gyakorlatilag nem csak Amerikában, hanem valószínűleg Európában is, meg máshol is, szóval ezt nagyon óvatosan kell megcsinálniuk. Hogy egyáltalán ne lehessen benne valódi pénz, mert akkor már az szerencsejátéknak minősül, aztán szépen megbüntetik őket, mint az állat, meg mi, hát nyilván bele se lehet rakni, szóval. Veszélyes terep, az biztos. Hát majd átgondolják jól. Oh, like, yeah, let's meet up in the game. What are we gonna do? Oh, that. Oh, for that we need to go to that city or that place. Like, exactly. I think that makes the world feel larger than it actually is, in my opinion. De ezt tetszik, ez a találsz játékokat a világban. I do wonder, can I bet on fights? Vagy szerezhet? That's a good question. I don't know. We do have a fighting mechanic that's I mean obviously we have arenas but we also have a unique component of the military node types where their election method is. Ugye lesznek arénák, ahol lehet harcolni, meg ugye a katonai nódnál úgy dől el a vezetés, hogy might be between players but it also might be between champions. Hogy vagy a játékosok harcolnak, akik szeretnének military node vezetők lenni, vagy pedig a játékosok ilyen bajnokot küldenek be maguk helyett, amit csinálnak egy ilyen karaktert, amit lehet fejleszteni simán, meg stb. És akkor aki nyer, az lesz a katonai node-nak a vezetője. Igen. Figyelj, hogyha lenne gyerekem, azt akarná, hogy vegyek neki valamit, akkor egyrészt megnézem, hogy mit akar, meg hogy mennyiért, meg honnan, meg mire való, és akkor utána eldönteném, hogy igen, és akkor én venném meg, nem odaadnám neki a kártyámat, hogy akkor tessék, itt van, csináld, hanem én megvenném, és akkor utána vinném vissza a kártyát a helyére. Szóval nem adnám neki oda semmiképpen sem. De szerintem ez alap. Jó, hát nyilván akinek nem számít a zsé, annak így odaadja a gyereknek, aztán hello, de hát ez ilyen, nem én lennék például. De hát vannak ilyenek, hogy úgy. Sőt, a gyerek van felháborodva, hogyha anyuci elveszi, vagy apuci elveszi a bankkártyát, hogy most egy kicsit nem lesz nálad, drága. És akkor teljesen ki van akadva, hogy lehet így lenni.
the players acquire and then kit out over the month election period to participate in those fights. We did think about katonai nód vezetés az biztos, hogy érdekes lesz. A betting platform for players to predict who the winners might be. És akkor ugye ez úgy kapcsolódik a szerepjáték, a szerencsejátékhoz, hogy majd lehet fogadni arra, hogy ki fog nyerni ezeken a harcokon, tehát ki lesz a katonai nódnak a vezetője. There's obviously a concern there that it can be gamed, but I don't. Ja, és akkor ugye megint ott van, hogy ne lehessen kijátszani a rendszert, meg stb., de hát majd ezt majd megpróbálják kitalálni valahogy. I don't dislike that idea. I mean, tetszik neki az ötlet, hogy ilyesmi legyen? Every system you play. Exactly. Absolutely. Absolutely. Like, if there's a system, there's going to be people that will find a way to abuse it. Ja, hát igen, ugye azt mondja a Protober, hogy nincs olyan játék, amiben valamit nem használnak ki, ami nem lehet, nem kéne. Biztos, hogy bármilyen rendszer van, valaki megpróbálja kihasználni, szóval. Be difficult content that is made for the more hardcore fanbase for a challenging experience and perhaps cosmetic reward. Következő kérdés arra vonatkozik, hogy lesz-e olyan nehéz tartalom a játékban, amit kifejezetten a hardcore játékosoknak csinálnak, és mondjuk nagy kihívás, de ugye izgalmas meg minden, és mondjuk ilyen skineket is, extra skineket is ad jutalomként. Yeah, absolutely. Hogyne, hogyne lenne. About this in the past, and obviously those of you who haven't had an opportunity to check out our wiki. Csili-vili cuccban megjelenik előtted a fickó, akkor tudni fogod, hogy hát ez lenyomta az ultra brutál, izé, HC, mitik, super extrém. Réde. You know, obviously there's a scale there where players exist between, you know, players who can achieve and want to achieve much more difficult content and see that. Ugye van ilyen skála, van egy ilyen skála, hogy vannak olyan játékosok, akik a nagyon nehezet, nagyon nehéz tartalmakat keresik, azokat akarják megcsinálni. You know, going on raids, hajlandóak megcsinálni. Incorporating as part of some custom AI solutions on how you know, AI will react to players who are performing better than what's expected, right? Próbálják megcsinálni, hogy a rendszer reagáljon arra, hogyha a játékos jobban teljesít, tehát mondjuk most így ezt úgy hozom ki, hogy mondjuk oda megy egy casual csapat, azoknak mondjuk X nehézségű az Insta, és oda megy egy mondjuk egy profi csapat, azoknak meg mondjuk háromszor olyan nehéz, mert látja a játék idézőjelben, hogy ők sokkal jobbak, vagy ügyesebbek, tehát akkor nehezebbé teszi a dolgokat, hogy ilyesmi. Ilyen emit raknak be, próbálnak berakni. Can react with. And some of those behavior trees might activate depending on players' progress through an encounter. And that can represent either maybe you know, a much higher frequency of AOE abilities depending on how many people are participating. Például mondjuk több AOE-t dobál a boss, like rage and recovery and buffs that the monster might do. Vagy buffolja magát, might incorporate, you know, additional adds and additional classes. You know, there's a lot of different things that egy csomó dologgal lehet játszani. A nehézség meg a játékosok tudása vagy reakciója alapján. És akkor ilyen különböző ilyen viselkedésfákat raknak be a mobokra, és akkor az alapján, hogy a játékosok hogyan teljesítenek, hogy váltogatja a játéka ezeket a viselkedésfákat. Ja, hogy a Protober, hogy izé, hogy van, aki csak megnöveli a HP-et a bossnak, aztán hello, az a nehézség, hát meg a nagyobbak a tűd, de hát az úgy, ez szerint az unalmas. Ja, hát végül is ja. How did he get more hit points? If it's strategic and tactical, and it's something that's that's part of its behaviors, then that to me as a player makes more sense. Like, okay, I have incorporated an additional threat level to this monster. Olyan rohadt jó ötletei vannak, csak ezeket hogy fogják megcsinálni mindet, azt nem tudom, de hajrá, hajrá. And it is reaching deep down in its strategic repertoire, so to speak, of actions that it can take, and it's reacting to that. Like that, to me, feels. Ugye, hogy reagál a bossa, mondjuk a bossa játékosokra, meg arra, hogy mit csinálnak. You want it to be possible at multiple group sizes, but also not trivial at higher ones. Yes. Yeah, I think that's actually pretty good because nobody likes, like,
a design where it's like, oh, you will take 5 minutes to kill this boss, regardless if you're with like 5 or 200, and you'll all be doing the same things regardless. Yes. Yeah, I think that's a pretty cool system. Mm-hmm. Yeah, that's cool. Tehát a nehezebb boss az máshogy is fog viselkedni, nem az lesz, hogy több a HP-je, meg tovább kell ütni, aztán kész. As a whole, but the false adhesiveness 5 asks, do you worry that people will end up feeling disappointed in Ashes due to overhype, or is that just par for the course? Aggódik az miatt, ezek a kérdés, hogy az emberek csalódnak majd a játékban, mert hogy túl hype-olják, vagy pedig ez csak egy ilyen... Ez egy ilyen törvényszerű része a fejlesztésnek, hogy túl van hype-olva a dolog. Hát figyelj, szerintem aki túl hype-olja, az tudja, hogy csalódni fog, mert volt ugye arról az a jó kis videó is. Itt az Mongold is nézett, meg minden. Hogy túl hype-olás nem jó. Lehet lelkesedni, meg várakozni, meg minden, de hogyha túl hype-olsz valamit, akkor tudni, hogy csalódni fogsz, mert biztos, hogy bármilyen jó is, nem fog megfelelni annak az overhype-nak, amit te hogy felépítettél magadban. Tehát lehet, hogy egy 10-ből 12-es játékra te azt mondod, hogy úristen, mert te annyira felhype-oltad magadban, hogy végén csak csalódsz, még akkor is, hogyha egy iszonyat tökéletesen tök jó játék. Hát igen, sajnos nem szabad túl hype-olni. Jó, hype meg minden, de túl hype-olni nem szabad. That's a good question. Nincs egy jó kérdés. Mindjárt azt mondja, egy jó kérdés. My thoughts on hype is that there's a very fine line between hogy nagyon vékony vonal van a hype and being excited for meg az izgatott vagy egy játék miatt között. You know, what I view hyping is where you are setting unrealistic expectations. Szerint a hype az, amikor ilyen mi az unrealisztikus, az nem magyar szó, hogy mondjuk ezt magyarul? Na mindegy, szóval nem túl valóságos elképzeléseid vannak a játékról megjelenés előtt, tehát te kitalálsz magadnak valamit, és azt hiszed, hogy az van, ultra brutál, tök jó minden, pedig nem. Ez a hype, szerinte. Komolyan. You know, what I view hyping is where you are setting unrealistic expectations prior to a game's release, like, you know, this is going to be the savior of all MMORPGs. Amit amikor mondják, hogy ez lesz a Wolfkiller, meg megmenti az összes MMO-t, meg éveket fog elvenni az életemből, na ez a hype. You know, people, first of all, I would never dare to tell a person how they should feel about something. Ja, nyilván nem akarja megmondani senkinek, hogy érezzem valamiről. By all means, you know, I'm going to try my best, our team is going to try our best to live up to those expectations. Megteszik a legtöbbet, amit tudnak, hogy megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak. Every month we have a live stream. Every month we show progress. Every month minden hónapban ugye van az streamjük, minden hónapban mutatják a dolgokat, beszélgetek a Discordon, meg mindenfelé. Ezt a kérdésekre, próbálják így a folyamat részeként tartani a játékosokat. És ez ugye ez érdekli a közösséget igazából. More so than the AAA companies, but and that's not a dig at AAA companies. Ilyesmit csinálnak általában ilyen indie fejlesztők, ilyen módon. De igazából ugye nagy stúdiók nem csinálják ezt. I mean, back in 2017, on MMORPG subreddit itself, right? The Sea of Salt has definitely come to our shores many times. So like, you know, that happens. 2017-ben például őket is szétszették, mondjuk a Redditen például. Szerintem ez egy ilyen egyensúly, hogy felmegy a hype, akkor felmennek a haterek is. Tehát minél több a hype-oló, annál több a hater is. So I think that's okay. I think what we have to really focus on as a community, especially, you know, I'm kind of, I guess I would talk to the MMORPG subreddit community specifically, and MMORPG enthusiasts out there, gamers, fellow gamers who love MMOs, is if we want companies and we want individuals to spearhead change in the industry or to innovate. De azt akarjuk, hogy a
hogy változást érünk el a játékiparban, akkor így hangot kell adnunk azoknak a változásoknak, amiket akarunk, és ugye vásárlóként a pénztárcákkal szavazunk. Szóval ő azért mondja mindenkinek, hogy ne támogassa a játékot, ne vegyen csomagot, mert nincs rá szükségük ahhoz, hogy befejezzék a játékot. Ha támogatni akarja őket valaki, akkor nyugodtan vegyen csomagot. De hogyha bármilyen kétsége van, vagy fenntartása, vagy bármi, akkor csak várjon, nézze a híreket, költse a pénzét. Meg adjon hangot arról, hogy mit szeretne. Csak azt ne csinálja, hogy mondjuk leszól játékokat azért, mert új dolgokat próbálnak ki. De nyilván a fejlesztők is emberek, sok időt töltenek a munkájukkal, és nyilván nem esik nekik jól, hogyha valaki így csak szimplán héterkedik. Teljesen alaptalanul. A hype az veszélyes lehet, mert az a lehetséges jó dolgoknál is jobbat képzel el, és ez ugye veszélyes. Tehát olyan elvárásokat támaszt a hype, amiknek nem lehet megfelelni. Ezért veszélyes. A most ő is mondja azt a videót, ugye, hogy lehet, hogy egy játék 10 per 10-es, de mivel te túl hype-oltad magadnak, te csak úgy érzed, hogy 5 per 10-es. Ők nem hype-olnak. Hát az, hogy oké, de ők nem hype-olnak. Ők csak kiteszik, ami van. Az, hogy neked csalog a nyálatől, az egy dolog. Hát meg nem vagy vele egyedül, de ők nem hype-olnak. So a lot of us don't have that patience. If that patience doesn't exist for you, sit back, you know, look at other things. Go play other games and come back when the game's ready. Like that's my thoughts on that. Hát de most őszintén. Nem, hát ők azt találták még az elején, hogy ilyen transzparensek lesznek, tehát beszámolnak mindenről kb. Gyakorlatilag. Én mondjuk nem nagyon tudok más olyan csapatot, aki azt mondja, hogy itt vannak a csomagok, de ne vegyél! Csak akkor, hogyha tényleg akarsz minket támogatni, mert nincs rá szükségünk ahhoz, hogy befejezzük a játékot, ne vegyél ezt! Hát nem, a hype az, amikor te felépíted magadban ilyen teljesen olyan mértékben, hogy nem lehet annak megfelelni egyáltalán. Az a hype. Ő csak adják ki az infókat, amik vannak. Tehát nem ők hype-olnak téged, te hype-olod magadat. Tehát mondom, én nem tudok másik olyan csapatra, aki azt mondja, hogy ott van a csomag, de ne vegyél. Dőj hátra, várj x időt, amíg látsz valami mást, vagy játsz addig mással, csinálj mást, mit tudom én, ne foglalkozz, vagy egyáltalán ne is vegyél semmit, csak majd amikor megjelenik a játék, akkor nézz bele egy havi díjért. De mert tudsz róla, nem tudom, hát akkor ez jó. Hát figyelj, akkor nem kell híreket nézni, nem tudom. Nem jó a hype, nem jó túl hype-olni, az biztos. Nekem is vissza kell magam fogni néha. Like on the subreddit, from time to time, like responding to player feedback, I think it's very... Én tökéltem a hype-ot egyébként, tök simán be lehet magad hype-olni, de nem jó. For people to like not only just look at it, also like give feedback into. Én minden havi skinnel így hype-olódom. It's very iterative and it's very slow, and I think as like gamers want, you know, they want things now and they want to give it now. Want it now. I know. Yeah, so I think there's definitely something to be said for that. I'm going to go to the next question because we're only 30 minutes in. Otherwise, people are going to go from my head. Malicious03 asks, can you share or tell us anything new about the development of the orc races? Tudom, ami újat mondani az orkokról. Dying to know pontosan a vekről.
Rekekről. We've definitely released Róluk se tudunk még semmit nagyjából. Concept art with the orc races. One of the things. Én konceptátokat mutattak. One of the things that's key about these races is that, you know, as we go through development and we answer questions with regards to kind of like our pipeline of development and, you know, we discover things from our alpha, from the data we collect. You know, we want to make sure that we don't jump ahead ourselves in getting these races developed if we have to go back and change something that we discovered during alpha, right? So right Aha. now we're presenting Tehát, both azért the human van races, most csak a két ember faj, meg az egyik elf, meg az egyik törpe faj, mert ugye egy csomó változás lesz még az alfában, és nem akarják így véglegesen megcsinálni az összes faj, azért, hogyha valami kiderül az alfában, akkor utána át kell dolgozni az összeset, tehát így csinálj, de így azért takarékon, és akkor legalábbis nem mutatják meg. És majd az alfás tapasztalatok után kezdik véglegesíteni. We will have begun pretty aggressively production on all of the races at that phase. So I would say look for near the end of the year, you know, what those orc races are going to look like. Ja, az orkokra például mondjuk így az év vége felé lesz pontos több info például. You know, the orcs is that there's a strong disparity between the two visuals. A kétféle ork faj az más, teljesen más. Ezek a hagyományos nagy darab orkok, a renkájok. Meg ez a kicsit ilyen goblin-szerűbb vekek. Really, there's a strong change in the animation stance. De az animációjuk is más, meg a modellek is mások teljesen. So they're going to be very different between the two of them. A két ork faj nagyon más lesz. I think that's going to be a cool component that we don't traditionally see in other MMORPGs. Mi általában nincsen más játékban. I noticed that like from the races in Ashes of Creation, mm-hmm. all like relatively humanoid. Was that mm-hmm. from a like ease of development standpoint that you it's guys more played from with a, that? It's really more from a lore. I mean, obviously, yes, there is a component there, you know, that you want to be able to. So one of the things that's interesting about I loved Lineage 2. I was a huge Lineage. Ugye szerette a Lineage 2-t? And I did like how they kind of did their És tetszett neki, hogy hogyan csináltak meg a felszereléseket, tehát minden faj viselhet minden páncélt, de úgy látványilag különböznek. Tehát ugyanaz a páncél, máshogy néz ki egy elfen meg egy törpén például. But it's going to have a, you know, an orc is going to don orc-looking armor, even if it's the same type of armor that a human might wear. Egy orkon például orknak tűnő páncél lesz akkor is, hogyha ugyanaz, mint amit egy ember hord, aki máshogy néz ki. Really, it was primarily lore-driven, but there's obviously some saves that you make on the character and animation side when you get to share pieces across. Ezt ugye a lore-ral indokolják meg, de hát nyilván animációk között is. Absolutely. Csökkenti a szükséges animációk mennyiség. Like an indie project, I would say. Like a triple A indie project, but an indie project and ez egy triple A-s indie project. Yeah, absolutely. I mean, on aspects like that, the more you can even, like, invest in other. Right, and now to be clear, and for those of you again who haven't, you know, researched the itemization principles of Ashes, like you will be able to mix and match pieces, right? There's an 8-piece armor set, and you can mix and match. Ugye a páncélokat majd lehet összepakolni egymással, tehát lehet más a pajzsod, a sapká, a sisakod, meg a kesztyűt, adtok mindegy. Nyilván vannak set bónuszok, de össze is lehet őket vegyíteni. Páncél darabokat, szóval. As diverse a game as we're aiming to create, and as you know, ours is MMOs in and of themselves are difficult projects. Ours is a particularly ambitious one, so we do have to find you know, ways that we can effectively create this world that doesn't kill us in the process or just is unattainable. Ez egy elég ambiciózus vállalkozás a játék, szóval vannak olyan dolgok, amiket így rá kell jönni bizonyos dolgokra, hogy hogyan tudják így egyszerűsíteni a munkájukat. Bizonyos sokig. Budget that's relatively close to what a triple A MMORPG would come to expect, and you know we're using a very powerful engine. Is a beautiful engine. Közel áll ahhoz, amit egy triple A stúdió használna. Meg ugye a motor is. Motor is az Unreal Engine 4, az is egy jó motor.
product. And szerintem a videókból is látszik, hogy ez szint, tehát ez elmenne egy triplás játéknak igazából, hogy lát vizuálisan. Már most. Sőt. Yeah, absolutely. And like development is always scope management, right? Question 10 is from Nibbles Cookies. These names. What is it? Nibbles Cookies? Nibbles. Like oh, Nibbles Cookies. Okay. How will you stop big mafia guilds from owning all the good dungeons and world bosses by camping them? Ez is egy jó kérdés, ha nem mondja, akkor én mondom. Tehát, hogy fogják megakadályozni azt, hogy az ilyen nagy mafia klánok így lekempeljék a jó instákat, meg world bossokat, meg stb. Ez egy jó kérdés. That is the bane of every probably open world. Ugye ez minden open world MMO-nak a rákfenéje. So, you know, our split between open world and instancing is 80-20, right? 80% open world, 20% instancing. Ugye játékban 80% open world és 20% instance lesz. It's quite a difficult task for any type of quote unquote big mafia guild to overtake all of those good. Igazából az ilyen mafia klánoknak elég nehéz dolguk lenne az összes ilyen instát meg boss-t leformulni, hogy lekempelni. Hát ugye az instek is, meg a world boss-ok is a nódokhoz kapcsolatban jelennek meg, vagy tűnnek el. Ugye vannak méretbeli megkötések a klánoknál, hogy hány ember lehet benne. Tehát igazából azért vannak olyan rendszerek, amik ezt így megakadályozzák. Player interaction. We have many pseudo factions, many kind of, you know, sok ilyen kis alfrakció van, ugye normál frakciók nincsenek. Gently nudging them to be part of communities, and those communities exist from a social organization standpoint. Sok ilyen kis szervezet van. Scholars academies are going to share chats. A tolvajok klánja, meg ilyen vallási rendszerek, vagy iskolák. Ugye a nódban a polgárság. Guild structures, you're going to have families. So there's many pseudo factions that exist, even though we're not. A klánok, meg a családok. You have the kind of ease to determine, oh, do I want to be a part of this or do I want to be part of something else? And I think anytime you have a mafia guild, and at least the MMOs I've played, typically servers with a mafia guild devolve into a two faction based. És az ilyen mafia guildes szerverek a tapasztalatai szerint ilyen két frakciós dologgá fejlődnek vissza általában. Ugye a mafia guildeken belül is vannak ilyen intrikák, meg szétszakadnak, meg mit tudom. So I think that that's the important way that will solve itself. I don't think the developer necessarily has to step az ilyen problémák megoldják maguktól, megoldódnak maguktól. Politics or let's handhold this, you know, aspect. I think that anytime you have a bully, you're going to have a counter bully. And that's something that we try to encourage you know, as part of the hát, hogy szerinte, hogyha lesznek ilyen gildek, akkor mindig lesz olyan valaki, aki fellép ellenük a szervereken. You don't want to put a break on the amount of fun you're allowed to have. Oh, I see my camera froze. Oh, did you freeze? My camera apparently did. Oh no, I see it as well. Of course, yeah, it's in the best possible. It might come back in a second. Lefagyott a kamerája legjobb pozícióban. Mert mit aludna? Okay, actually, wait. We've got many colors. Okay, we said. You're back. Welcome to the backup camera. Oh, you had a backup camera. That is. Ez a másik kamerája. That's good. Előrelátó volt a srác. I don't have a backup camera. I have my phone. That's pretty much it. Okay. Yeah, I mean, I was using a DSLR as a previous camera because it looks better. And oh, this nice. One kind of wants to be wonky sometimes. Oh, yeah. Okay. Well, as I was saying, you have like EVE Online where you have like these big corporations, yeah. Yeah, corporations. And like, például az EVE Online-ban is vannak ezek a nagy corporations-ek. Like, beépülnek a kémek, meg stb. That comes with its own drama, but
it's nonetheless, if you play that game or not, reading those stories is one of the most fun things I can imagine, actually. Oh, for sure. Yeah, and as long as the world is okay, so one of the things that I think will naturally combat the risk that comes with one megacorp or one mega guild kind of owning the server, so to speak, and killing off competition, is that Ashes is constantly changing, right? So the way that nodes spawn and despawn and can be destroyed, and the castles exist to exert pressure, and these azért se lesznek events, ilyen, you know, they szervetúraló egy gildek, like, mert a játék folyamatosan változik, tehát eltűnnek nódok, megjelennek nódok, egy kastélyot tulajdonos váltnak. Igazából lehetetlen lesz egy klánnak így az egész szervet irányítania. You know, are changing from a development standpoint because players develop the world. The more difficult it is to wrangle control over those things, right? And the higher the difficulty, the less likely a guild is going to have both the numbers and the organizational skill to accomplish what they want in that regard. I mean, can it happen? Yeah, anything I guess could happen in that regard. And you know, at the end of the day, like, any MMO is an evolving game, so it's not that it's a perfectly static system that will never change again. I am a little bit lost. Okay, yeah. So the next question is from VMan21. What is your opinion on expansions making all previous content obsolete and effectively reducing the amount of meaningful content as opposed to expanding it? Mi a véleménye arról, hogy amikor a DLC-k meg kiegészítők a korábbi tartalmagat így feleslegessé teszik, és gyakorlatilag lecsökkentik az értelmes tartalmat, ahelyett, hogy kibővítenék. Így ezt mindenki ismeri, hogy jön egy kiegészítő, és akkor az előző gírek azok mondjuk kuka, meg akkor már senki sem megy a régi instába, meg ilyenek. Ez a kérdés. Yeah, I definitely seen that in other MMOs I played. Igen, ugye más játékokban ez gyakran előfordul, igen. That I think combats this concern. A játék egyik legfőbb vonása, ami ez ellen szól. In some way, shape, or form are integrated with each other. And szinte az összes rendszere kapcsolatban áll egymással. As a conduit to be exposed in the from a content perspective in the game world, the node system, right? So, you know, és ugye az összes függ a node rendszertől. Content essentially, we're thinking of how we can introduce that content through the node system. So whether that be a new area of the map or that be new points of interest, tehát próbálják megcsinálni, hogy az összes új tartalom a nódokon keresztül to the nodes, and players as citizens utilize these nodes for many of the services that you would need across the spectrum of systems that we incorporate into the game. So since that's our primary objective on how to introduce new content, I think that's going to keep relevant the existing previous content that players are still going to need to interact with, whether it be from an artisanship standpoint and their gathering, processing, and crafting, whether that be through their adventuring class, whether that be through treasure finding or social organizations, you know, all those things are still going to remain relevant. Szükséges lesz az új tartalmak mellett. The other thing that I would say that's interesting is that, you know, traditionally I found in MMORPGs that one of the biggest things MMOs suffer from is new player acquisition. You know, MMOs tend to be a másik nehéz dolog a játékokban az, hogy az új játékosokat hogyan vezessék be a játékba. But when it comes to acquiring new players, what typically happens is as players enter into an MMO world, they're entering into these barren starting areas. Right? Általában ugye jön az új játékos egy X éves játékba, és ott kezdetelőten nincs senki, hogy a többiek már tovább mentek. De ugye a node rendszer ezt is így megpróbálja kiküszöbölni, mert ugye a node, ami legközelebb van a kezdetelülethez, az fog először felfejlődni. Hát ugye ott mennek ki a játékosok, tehát ott kezdenek el fejlődni. Amíg meg nem ostromolják, meg nem rombolják, stb.
that brings players back to those nodes because they're citizens there, they have housing there, they have content that. De ugye mikor a, hogyha leromolják és a másik node lesz fejlettebb, akkor ugye a korábbi játékosok vissza fognak jönni, hogy mert ugye ott van a lakásuk, és akkor vissza akarják fejleszteni. They're entering into this massive hub of player activity and the biggest selling point. Hát megint csak lesz ott valami. Is the social aspect. And so what other MMOs have experienced when you enter into these empty areas is people are like, okay, I'm doing this old content, I'm trying to level up and I have nobody around me, I have no guilds I can talk to, I have no friends. Ugye, nem lesz az, hogy jön egy új ember és akkor ott próbálok fejlődni, nincs itt senki, körülötte lesznek a régi játékosok is, mert ugye nekik is ott érdekes terület. Having the node system in place and keeping that as a node rendszer sok mindenre jó. Gets to introduce those new players. Then we have systems that kind of complement that. You know, we're going to have quest components and mentorship programs that kind of incentivize players to get involved into those organizations, get them involved into those organizations that are part of the node system and get them introduced into the social climate of the server they're a part of. I can definitely see that. Van rá megoldás, tervük igazából. Indeed, like, there's all this like great content and like content people have loved before, but it's just irrelevant now. So yes. you just skip it to you know, get to the end game. Or in like the case of some other games, there's so much content that people are so like all the content is technically like relevant, but not in a great way. Well, I think the other thing about that is I think it also comes down to Tudod, azt mondja, hogy vannak olyan játékok is, ahol túl sok a tartalom. Right? Risk versus reward and spending time to get somewhere. That content will be relevant in a few ways. Obviously it's going to be relevant because even as a low level player going through the tartalmak több módon is érdekesek. You're contributing to the world's development. Ugye ezt hozzájárulnak a világok fejlődéséhez, a nódnak a fejlődéséhez. Kraftoláshoz. You're able to deconstruct items that you get and get unique components from the deconstruction. Szétszedhetünk dolgokat, hogy ilyen egyedi dolgok, egyedi alapanyagokat szerezzünk. Community focused quest lines. Közösségi quest line-ok. And from a social organization standpoint and from a node organization standpoint. So you become a citizen early, you become part of those organizations. They're going to give you activities that ugye a városi szervezetek is adnak because they relate to neighboring nodes activities. So even if you're a low level player or a brand new player and you're doing this kind of content, minden kapcsolatban áll a környező nódokkal is. Szóval már kis szinten is részt vehetünk különböző dolgokban, amik hatnak a nódnak a fejlődésére. A neighboring nodes development. So like there's still avenues in which players who are new, even if the core population of a server has moved on to a later level, or they're still going to have relevance as part of that process as well. I hear what you're saying though, like players who join a game, like if the player az új játékosok is hozzá tudnak járulni a nódok fejlődéséhez, vagy a környező nódok fejlődéséhez, tehát van értelme annak, amit csinálnak. But as part of our ideals as a game, we're not going to give boosts away, we're not going to, you know, auto level up a character, you know, you have to spend time acclimating yourself. Automatikusan felszintezzük a karaktert, meg felbuffoljuk, meg level boost, meg mit tudom én. A time investment, and that mert hogy bele kell fektetni az időt a karakterbe, mert ugye az egyik alapvetés az a kockázat, utalom, ellenpólus. There's a large enough population of gamers out there who are interested in this type of game where players have to invest time or have to invest, you know, smart gameplay in order to achieve. Tehát a játékban majd bele kell fektetni az időt, és ugye sok ember van, aki ezt szeretné. Nyilván nem mindenkinek felel ez meg, de sokan pont ezt akarják. Contribute and influence at any level is definitely like interesting. Yeah. Move on to the next question. Lightward asks a similar question to question 10. How can you ensure that open world PvP will not eventually make the game unplayable? Hogy tudják biztosítani, hogy az open world PvP nem teszi játszhatatlanná játékot a kicsi gildek vagy a szóló játékosok számára? Még szóló játékos az itt nem nagyon fog túlélni szerintem, de for small guilds and individuals.
We have a very good deterrent into open world PvP from a PK standpoint. Yeah, most right? Korrupció rendszer, ami ugye a PK-zást azt így bünteti erősen. Elég durván. I define open world PvP through our flagging system. And you ugye ott van a flag rendszer. Combatant state and you have a corrupt state. The combatant state is when two combatants are they're fighting each other, right? They're flagging against each other. They become purple, right? And at the end of that fight, you know, you don't get any corruption. Ugye vannak a zöld játékosok, vannak a lilák, akik mondjuk fel zászlózták magukat PvP-re, meg ugye vannak a PK-sok, akik mondjuk pirosak. Negative bad thing. Ugye a pirosakra rámegy a korrupció, ami nagyon rossz dolog. Tehát elveszítheted a full tucodat, csomó büntetés kapsz, meg XP hátrányt, romlanak a skilljeid, gyengül a karaktered, tehát igazából nagyon nem fogja megérni az, hogy legyengeled a kicsiket. Ugye tesztelik majd az egészet. Will work, you know, we can amend some of these things, but the idea is that like if it's a moment of passion, if it's like a moment of pure opportunity and you're willing to take the risk, you can PK another player. But it's yeah. not going to be something az, that can be done ott van a lehetőség, meg akarod is, akkor legenkelhetsz valakit, de azt nem fogják hagyni, hogy sorozatban. Hát, hogy a bounty hunterek például folyamatosan látják a pirosaknak a helyzetét a térképen, el tudják tőlük venni a gírjüket például, hogyha legyőzik őket. We have a lot of opt-in systems that players can participate in, whether that be castle sieges, node sieges, guild wars, az ostromoknál, a guild háborúknál, az arénákban ilyenkor nincsen korrupciórendszer. Ugye ezek olyanok, hogy bejelentkezős PvP, tehát ha nem akarsz, akkor nem mész oda, és akkor a korrupció az az open world PvP-re vonatkozik. But there needs to be an element of risk that exists in the open world. And the kell egy veszélyforrás, ami a nyílt világban is jelen van. Egyrészt gazdasági szempontból is. Those legendary items and you move those goods across and you are able to establish this crafting empire that's a karavánokat is meg kell védeni. It needs to have an element of risk to it. And that's csak that's így hagynák, hogy átszállítsd az alapanyagot innen oda meg onnan ide, akkor az ugye nem lenne túl gazdaságilag hasznos dolog. Tiberius 2068. We've heard a lot about the PvP side of the game and we know that 80% of the world is supposed to be contestable. So what will Ashes of Creation be able to offer PvE? Kérdés arra vonatkozik, hogy ugye sokat hallottunk a játék PvP oldaláról, meg tudjuk, hogy a terület 80%-át el lehet majd foglalni, a kastélyok, stb. De mit fog a játék kínálni a PvE irányultságú játékosoknak, amiben nincsen PvP? Focused players that does not involve PvP. As a PvE-focused player myself, I enjoyed WoW raids and dungeons. I'm curious to see if Ashes of Creation will have something to offer players like me. PvP and guild politics are quite boring after a while. That was a mouthful. Szerintem a PvP idő után unalmas. I would reiterate here, those of you guys who haven't had an opportunity to research a lot about Ashes of Creation, definitely check out the Ashes of Creation wiki, research this stuff. We have a lot of plans in place for compelling dungeons and for fun raid sok events. Van Instákra, raidekre, meg eventekre, raftolás, gyűjtögetés. You know, we have expressed probably this more amount about those systems than we have about the PvP side of the game. When it comes to the open world and that kind of 80% world being supposed to be contestable, it's not that 80% of the world is supposed to be contestable. It's that in my experience in MMOs, tapasztalati szerint a játék az MMO-kban kind of nagyon elterjedt ez a szóló játékos szóló játékos nézet, ez ilyen zárt élmény. Hát igen, és ugye szerint ez
eltünteti ezt a masszív multiplayer élményt. Hát igen, ugye mindenki tudja, hogy bejelentkezünk a Dungeon Finderbe, összejön négy ember, senki nem szól egy szót se, puff, puff, 5 perc alatt megvan, puff, megyünk a következőre, vagy megyünk tovább, vagy solo questelek, én is ezt csinálom, Discord-ban például, solo questelünk, akármi egyedül lenyomja az instát, aki túl hype-olt a karakterét, vagy túl tápolt a karakterét, meg minden. Szóval ez sok hetekben így van, ezt mindenki tudja, de ők ezt nem szeretnék, tehát ők azt szeretnék, hogyha visszajönne ez a közösségi élmény az MMO-kba, tehát... Over and come and res your party and form that friendship and like now we've done something together as opposed to just like all right I got my core group, meg embereknek my constant party we're just gonna go nem csak az állandó társaimmal megyek vagy egyedül sose találkozunk mással neki ez unalmas. The Ashes-ben nagyon magas a közösségi tartalom, hogy másokkal kell játszani. Micsoda hallatlanom, hogy egy MMO-ban másokkal kell játszani. Gyakorlatilag egy sok hetekben ez nincs is. Ja, hát igen. Tehát nem azért van a nyílt világ, hogy letámadjanak rajta, jó, megtörténhet, de igazából csak az, hogy lehetőséget adjanak arra, hogy én közösségi tartalmakat csináljuk. 7 éves korában kezdett el játék, 85-ben kezdett el MMO-zni. 85-ben milyen? Nem, 92-ben, bocsánat. It was a fun experience because I met people at that age, maybe I shouldn't have met those people, I don't know, but like I met people 92-ben mi nem volt? Yeah, stranger danger. I'm in danger. No, like maybe that is something that got lost on this new generation. So, just something to think about. The idea behind the open world isn't to create, you know, contestable areas. It's to put you in an environment with other people, with a massive. Tehát a nyílt világnak nem az a lényege, hogy veszélyes dolgokat teremtsen a PvE játékosoknak, hanem az, hogy a kis gildeknek, meg szólóknak, hanem az, hogy olyan környezetbe helyezzél őket, ahol másokkal tudnak találkozni. 92-ben? Nem, hiszem. Each metropolis node has a superpower. For instance, biztos játszott. Between parent nodes and any of its vassal nodes for its citizens. Nem, 2000 valahányos a lessége. Következő kérdés, hogy minden metropolisnak ugye van egy idézőjelben szuperereje, mert ugye a scientific node-nak onnan lehet teleportálni a környező nódjai között. És más nódoknak milyen szupererők van? Shadow of Iserbius. Hát erről még életemben nem hallottam. Sierra Network. Az a Sierra, aki csinált azokat a kalandjátékokat? Nekik volt ilyen? Milyen szösz? Milyen szösz? Internetesen volt 90... Akkor hát interneten vár, 98-ban először. Ja, biztos volt, hát biztos nyilván. 98 körül kezdtem el, vagy 98, akkor kezdtem el, vagy 90, nem, 98 volt szerintem, akkor kezdtem el internetezni, szóval akkor még fogalma sem volt az ilyenekről, csak cseteltem. Szóval nem tudom, de biztos volt valami. Joy balra. Valamit harangoznak, de így most nem tudom. Biztos már hallottam róla. Mert nem ismeretlen a név. Aha, köszi. Na, ez érdekes infó volt. You know, the only problem is that is that the superpowers might change for the other nodes. Like if I ja, say hogy, it here, igen. Know, I'm gonna be held to... Kis kitérő. Ugye a Scientific Node-ról volt már ilyen blogbejegyzés, és ugye onnan tudjuk, hogy a idézőjelben szuperereje az, hogy teleportálni lehet a környező kis nódok, alnódjai között. Na most sokszor felmerül például az a kérdés, hogy hol a többi nódos blog, a többi típusú nódnak a blogja. És most azt mondja, hogy azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert hogy a többi nódnak még lehet, hogy változik ez a szuperereje. Tehát most képzeld el, hogy kiraknak valamit a blogba, hogy ez lesz, aztán utána megváltozik, és nem az lesz, és akkor jön a hírik, hogy azt mondtátok, hogy ez lesz, és mégsem az.
Szóval nem véletlenül nincsen Node 3 videó sem, meg gondolom nem véletlenül nincsenek blog bejegyzések sem a többi nódokról. Amíg nincs kialakulva valami tuti fixen, addig nem lesz. To that, so to speak. No, what I will say is some of the other things that, you know, we've been thinking about is with, let's say, the divine. Gondoltak például olyanra, hogy a vallási nódnál thought about incorporating a structure of catacomb based katakombák lesznek, katakomba instánk, milyen szuper nehéz. That come with the super, that's essentially the superpower of the divine node. You know, just to kind of give a little tip there, that might change, so don't hold. Például a vallási nódok alatt lehet, hogy lesz olyan katakomba rendszer, ami ilyen szuper nehéz insta. De ez lehet, hogy változik, szóval hogy integet, hogy nem biztos. Crafter nódokról. Nincsen crafter nód. Crafter nód nincsen. A node type-ok azok a vallási, tudományos, katonai, meg a gazdasági. Lehet, hogy szektát alapít. Hát azt nem tudom, mert ugye van valami 5-6-7 isten. Az már alapból lesz. Annyi fajta vallás biztos, plusz még aki nem víz semmiben. Úgyhogy elvileg, hogyha nagyon ügyes vagy a vallásodban, akkor még ilyen főpap vagy ilyesmi is lehetsz. Bár az mondjuk nyilván nem sok ember lesz, de lehetsz. Tehát szektet szerintem nem lehet majd alapítani, de a választott vallásodon belül fejlődhetsz. Ja, a gazdaságra gondoltál. Aha, igen. Ugye a gazdaságnak a szuper ereje, amit eddig lehet tudni róla, az elvileg az, hogy lesz AH-ja, mármint ilyen nódon belüli AH, érted? Tehát a nód meg az alnódjai közötti AH esetleg, itt vagy ez rém lenne nekem, meg piac, meg ilyenek. Hold me to it. But the idea is that, you know, if you're able to build up these the superpower, metropolis of a divine node, it unlocks a mega catacomb kind of dungeon under it, and then those dungeon connects to that dungeon would connect to other divine nodes that are in its vassal. And those divine nodes might have unique bosses, unique drop. Ez a katakomba rendszer, ami kapcsolódott másik vallási nódokhoz is, és lehet ilyen egyedi bosszok, meg egyedi jutalmak. Izgi. De nem biztos, hogy ez lesz. And it's something that is going to essentially kind of change and be procedurally built as well, so it can be different. Ilyen procedurálisan generált. The different divine nodes. Hát mindig más lesz a különböző divine nódok. It all sounds very interesting. Igen, jó. Ja, hát érdekesen hangzik, az biztos. One minute left. I'm gonna quickly squeeze in the last question. Tosok nice. Kérdés? I do think it's a good one. You said before, let's say, Minecrafter 338 asks, you said before that Ashes of Creation is not for everyone. Can you please describe what we can do? Ez egy jó kérdés. Ugye korábban elmondták többször is, hogy a játék nem mindenkinek való lesz. El tudnál mondani, hogy mit nem várhatunk a játéktól, mert ugye úgy tűnik, hogy egy csomó ember az összes vágyálmát belevetíti a játékba. Na itt megint ez a hype. Neverwinter Nights is volt online. Na várjál, a Neverwinter Nights az szerintem nem az a Neverwinter Nights, mint ami megjelent, nem? Hanem valamilyen... Tehát nem az, ami a Baldur's Gate után jelent meg, szerintem, hanem ez valami más, szerintem. Ez az ilyen szöveges valami. Nem? De nem tudom. Szóval ez egy érdekes kérdés egyébként, tehát mit nem váltunk a játékról, mert ugye úgy tűnik, hogy egy csomó ember belevetíti az összes vágyálmát a játékba. I think you can safely not expect that this is going to be a trophy for everybody game. Tehát az biztos nem lesz, hogy belét fog kötni, igen. Azt tuti, ez a bot mindenki, ez a Twitch bot egyébként szerintem, az nem tudok mit csinálni. Én kikapcsoltam az ilyen linkelős védelmemet a Streamlessben. Jó, az nézd, az van. Érdekes. Hát Twitch bot.
Érdekes. Hát köszi, szóval ez tök érdekes infó. Lehet, hogy akkor azzal is játszott. Az mondta, hogy 92-től játszott, tehát simán játszott vele. Mondjuk biztos nem volt ilyen sok milliós tömeg, mert mondjuk 91-ben kinek volt internete úgy köznép. Mondjuk egyetemeken, egyetemeken lehetett. Tehát ezt gondolom sokan egyetemen játszották, meg ilyesmik. Amcsiknál tuti. Ugye onnan jött az internet igazából. Na, ami tudni nem lesz, az nem lesz, ez nem lesz az a játék, ami mindenkinek ad valami trófeát. I think that that is tehát nem, itt nem fogsz mindent elérni. You know, you logged in, congratulations. Tehát csomó olyan játék van, ami kis túlzásra belépsz, és gratulálunk, beléptél, itt van ez az akármi. Igen. A fene. Logged in, congratulations. Here's your trophy. Oh, you walked a few steps and you made it to the next point. Léptél két lépést. Ó, tessék, itt a jutalmat. I don't think that's going to be the mentality. Ez nem lesz. I don't think anyone has ever been interested in a congratulations, you've reached level 5. I played, I'm not even going to name the game. I'm not going to name the game. But I played a game that was a new MMO. Játszott valamivel egy új MMO-val. All you had to do was click a button on the right hand of your screen. Ami az volt, hogy rá kellett kattintani egy... Jaj. Rá kellett kattintani egy gombra a jobb oldalon. És az így el... Mi ez? Mi nem a BDO volt? Elvitte a karakteret az egyik questtől a másikig, így a... azért mondom a BDO. Borzalmas volt. Nem a BDO, abban így jó voltak jó ötletek, de egyébként voltak ilyenek benne, amitől így ének átalálom. És elvitte ugye az karakteredet önmagától az egyik questtől a másikig, még jó, hogy nem játszotta le az egészet magát. Szerintem mindenki tudja, hogy a BDO. What? All right, I'm gonna go get a drink, I'll be back in a little bit, let me know when my quest is finished. Azt mondja, oké, én kimegyek valami innivalóért, vagy szóljál, hogyha készen a kezdtem. Hát, ja, ez röhelyes, szóval. De én már a Neverwinter Nights-nál kiakadtam az MMO-nál, nem annál, amit szóló írt, hanem a régebbinél, vagy korábban, vagy későbbinél, hogy izé, hogy bekapcsolod, és akkor ott a csík, és vidd el, elvisz a quest, úristen, meg hogy merre kell menned ott az úton a csík, és kövesd a csíkot. Vagy bekapcsolod az autóránt ott is, és akkor megy meg, uff, borzasztó. Borzalmas. It's like, come on. Tony. You know, I think that at the end of the day, there's an entire generation of gamers. Van egy egész generáció, what it's like aki sosem játszott egy nehéz MMO-val, és ez tök igaz. To feel that sense of accomplishment. És hogy sose érezték azt a azt az elégedettséget, amikor sikerült valami, tényleg nehéz valami. Ez tök igaz. Ez tök igaz. És ezért mondtam egy csomószor, meg mindig a hányszor tudom mondani, hogy az, hogy itt nem lesznek ilyen kényelmi funkciók, meg mindenféle hasonló, az egy csomó embernek totál nem fog tetszni, mert egyszerűen nincsenek hozzászokva. Nem láttak még ilyet. Meg ugye segjük alá van tolva minden a legtöbb játékban már. Tehát, kattints ide, és akkor beviszünk ide, meg kattints oda, és akkor szerzünk csapatot, meg nem. Ez nem olyan lesz. To have something that is introducing you to, you know, a large number of players from a persistent world perspective, get you integrated into a guild. Like, there's a whole generation of Fortnite players and Minecraft players out there who. Egy egész generáció Fortnite meg Minecraft. The surface of what an MMO can be, but they've never felt the MMOs that many of us as MMO communities have felt, you know, 10, 15, 20 years ago and are. Ezek a játékok meg ilyen, így megérintik az MMO lét felszínét, de sose adták meg azt a sikerélményt, amit egy tényleg nehéz MMO így megad. Az ilyen régi hagyományos. Nostalgia of that first love experience. So like, I'm not saying necessarily like, well, let me just say this, that our aim is to kind of bring back that feeling we had. Ők azt szeretnék, hogyha sikerülne visszahozni ezt az érzést, ami volt ugye régen. Lakadták össze, akkor kb. Volt lehetőség a köztérés. Igen. Így van.
Meg hát az tényleg, hogy amit már meséltem, hogy ugye most így az alfában is volt ez a quest például, hogy ha nem olvasod el a könyvet, és oda mentél a helyre, és megittad a lőtyit, akkor meghalt a karaktered, mert ilyen leszedhetetlen debuffot kapott, és csak, vagy dotot kapott, és csak csökkent a HP-ja, és csak csökkent a HP-ja. Vagy a másik quest a barlangban, amikor mondja neked a questadó, hogy csak 5 virágot szedjél össze, 6-ot már ne, mert baj lesz. 6-ot már ne, nem mondja, hogy baj lesz. Akkor kérdezte, hogy miért ne? Hát csak hallgass rám, és csak 5-öt szedjél, 5-nél álljál meg. És akkor így én véletlenül nem akartam, és véletlenül mellé kattintottam, felszedtem még egyet, és hát mit halálos dót, meghaltam, és nyilván itt nem az van, hogy felkelek, de nyilván felkelek, de felkelek, és ugyanúgy megy tovább, ahogy volt. Nem, hát ott van az XP hátrány, meg ugye később ugye dobhatok dolgokat, meg minden. Tehát azért itt megtanít a játék arra, hogy figyelj oda. És ehhez sokan nincsenek hozzászokva. And it's a difficult thing to do, but that's our aim. Nehéz lesz a játék. We want to get back to, és nem fogja a kezedet fogni. A great experience. Szóval aki ilyesmit vár tőle, az inkább játszom másra, mert biztos, hogy nem lesz ilyen. Azt mondja, ennyi erről elég. Szerintem. That's it for our time for today. I want to thank you again and your team for participating with us in this game. Ez az utolsó kérdés. I also thank like my own moderators for, you know, keeping an eye on the. Hát olyan sok újdonság nem volt igazából. Yeah, az, hogy az orkokról. Az orkokról évvége felé kapunk majd, meg lehet, hogy több fajról, meg hogy az új lead designerről augusztus körül. You guys have done a great job over there in cultivating, I think, a large. Meg ezek a node superpower, node típus superpowerek. They have been is érdekesek lehetnek majd. And it honest to God surprises me. No, I love it. It's always fun. Oh, yeah. But thanks. De hát több olyan kérdés volt, hogy amiről már úgy nagyjából beszéltek igazából. Máshol. De jó volt, nem volt ez rossz. All right. Well, with that being said, thank you to the audience. Thank you to the Ashes of Creation community. Thank you to mindenkinek, a kérdezőknek, a Redditnek, a rajongóknak. We love the MMORPG mindenkit szeretnek. And we are going to do our best to bring megtesznek mindent tőlük tehetőt, hogy tök szuper játék legyen. Na. Egyébként én csak attól tartok, hogy tök jó, hogy ezt akarják így behozni, hogy nehéz legyen, meg stb. De már most ugye vannak sírások, hogy jaj, hát nem látszik a térképen, hogy hol van a quest. És már most benne van az a piros pont, ami nagyjából mutatja, nem teljesen oké, de nagyjából. Meg ilyenek, és hát nem tudom, hogy még lesz ilyen. Több ilyen lightosítás később, vagy nem. Majd meglátjuk. Azért remélem, annyira nem adnak alább az eredeti szándékukból, szóval. És nehéz lesz, meg húzós, amit én is szívni fogok, mert nem lesz annyi időm játszani, mint amennyit akarok. Ja, munka mellett. Hogy csak addig meg nem nyerem a lottóötest. És akkor egész nap tudok játszani, de igazából igen. Meg ugye én sokat játszok szólóban, MMO-kban, mert ugye szintén az idő hiányból eredően, hát ugye nem terhelek másokat azzal, hogy jaj, bocsi, mindjárt jövök, és akkor 10 perc múlva visszajövök, és akkor 5 perc múlva, jaj, bocsi, mindjárt jövök. Ha szólóban játszik az ember, akkor akármikor ott tudja hagyni. És... Reddit, how you do? És... Csak szóló. Hát az Elder Scrolls Online-ban például legtöbbször csak szólózok, igen. Kivéve, hogyha bejelentkezek a Dungeon Finderbe is, vagy ha az Instát, de... Ja. Sok olyan dolog lesz ebben a játékban, és ezt is már többször mondtuk, ami nagyon sok embernek nem fog tetszeni, de hát ez van, és reméljük, hogy tényleg nem adnak alább nagyon az alapkoncepcióval, mert akkor gyakorlatilag olyan lesz, mint az összes többi MMO, és akkor meg mi értelme van érted, szóval. Szóval, semmi. Ó, Kirának van egy új New World-ös videója, tessék. Azt majd megnézem. Mi változott? Az pont az érdekel engem, úgyis azt mondtam Doknak, hogy nem tudom, hogy mi változott. Na, azt megnézzük majd. Kirás videó.
Ennyi volt a kérdez bármit. Szerintem nem volt rossz. A Siege-ökről beszéltem, a skinekről beszéltünk előtte, úgyhogy ennyi. Holnap naraka lesz, Atelasz. nem tudom, hogy támogat, hánykor fog kezdeni, 8-kor, 7-kor, ilyesmi. Valami ilyesmi lesz. Majd megnézem megint. Te beküldted, vagy elküldted, de 6-kor lesz a dokéknál. Az oroszoknál meg 8-kor, akkor nekünk 7-kor. Valami ilyesmi, nem? Na mindegy, hogy meglátjuk. És hát köszönöm szépen, hogy voltok, remélem nem volt unalmas, meg volt új info is. És akkor legközelebb, ha nem jön valami videó vagy info, vagy valami, akkor hónap végén lesz esizes stream az élő stream fordítósa. És utána a július jön, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi állás szerint 9-én, a hétvégén lehet már streamelni az alfát. Meg minden úgy marad, ahogy most van. És utána, hogyha minden úgy marad, ahogy most van, akkor 14-én indul az egy hónapos alfa, amit szintén lehet már streamelni. Úgyhogy a július izgalmas lehet. De egyelőre mondom, majd a hónap végi hivatalos streamhez lesz az esizes tartalom jelen pillanat. Én meg most megyek és alszok, mert le vagyok amortizálatva ez a 7 napos túlórával, így buf. Köszönöm szépen, hogy még egyszer, hogy voltatok, és holnap, hogyha érdekel titeket a naraka, az a kínai mili központú Battle Royale egyébként nem rossz, mert én nem szeretem a Battle Royale-okat, de ez egész szórakoztató, mint a Zapok volt annak idején, ott is ugye sok volt a mili, akkor nézzetek be holnap is. Egyébként pedig már a kellemes pihenést, jó munkát holnap, jó pihenést holnap, aki nem dolgozik, vagy nem megy suliba, nincs más sulivája, akkor jó munkát, aki holnap dolgozik, akinek meg nem adnak meg jó pihenést. És köszi, hogy voltatok. Sziasztok!